Ez tehát a második szekció, 5 előadás lesz, és meg is kérném akkor az első előadót, Révi Szemesét, hogy tartsa meg gyermekkönyv illusztráció Gyulai Livius művészetében című előadását. Köszöntöm a közönséget. Kicsit pontosítottam a címet. Egy szegmensére szeretnék koncentrálni Gyulai illusztrációinak, ez pedig az archaizáló grafikai tendenciák az illusztrációkban. Két dolgot szeretnék ezzel demonstrálni. Az egyik az, hogy a Móra kiadó, mint nagyjából egyeduralkodó a Kádárkor könyvillusztrációjában, milyen erős grafikus generációt hozott helyzetbe. És azt is szeretném megmutatni a következő példákon, hogy a mindenkori gyerek könyvillusztráció, de a kádárkori különösen milyen szorosan hangzik egybe az aktuális képzőművészeti törekvésekkel, az úgynevezett grand art-tal, a kortárs képzőművészettel. Azt gondolom, hogy ez az irodalomtörténet számára már adekvát, hogy a gyerekirodalom nem leválasztható a mindenkori irodalomtörténeti tendenciákról. Azt gondolom, hogy ez így van művészettörténetileg is. A egyik célja a történeti kutatásoknak az, hogy ezeket az egybehangzásokat megmutassa. Egyrészt az, hogy nagy képzőművész életműveken belül mi a helye a könyvillusztrációnak, és azon belül a gyerekkönyvillusztrációnak, illetve, hogy a gyerekkönyvillusztráció hogyan olvasható össze az egyébként is meghatározó grafikai tendenciákkal. Az a tendencia, amiről itt most szó lesz Gyulai gyerekkönyv illusztrációi kapcsán, az az archaizálás, amiről tavaly nyáron ősszel Balatonfüreden a Masaryk galériában csináltam egy nagyobb kiállítást, és azon azt szerettem volna megmutatni, hogy a 60-as, 70-es évek művészetében milyen meghatározó volt az az attitűd, amely szemben a kortárs nyugati művészet absztraháló posztavangárd tendenciáival úgy volt modern, hogy szándékosan és tudatosan visszafordult korábbi stíluskorszakok kifejezési formái felé. Ennek a látásmódnak, hangnemnek meghatározó figurája Kondor Béla, aki az 1956-ban megvédett diplomamunkájában, ami a Dózsa felkeréshez kapcsolódott Juhász Ferenc vers illusztrációja kiint, tehát tulajdonképpen egy irodalmi illusztráció volt történeti forrásokkal, először hangoztatta programszerűen is, hogy tudatosan visszafordul régebbi korok mintái felé, ő elsősorban Dürert és Rembrandtot emlegette. Tulajdonképpen hozzá köthető az a generációs program, ami ettől kezdve a 60-as, 70-es évek képzőművészetében és különösen grafikájában meghatározó, és amely tudatosan visszafordul történeti mintákhoz. A teljesség igénye nélkül csak szeretném fölvillantani ezeket a példákat, hogy érzékeljük azt a kontextust, amiben Gyulai elemzett gyerekkönyv illusztráció is elhelyezhetőek. Ide kapcsolódik Gácsi Mihály is, aki korosztályban és generációban is együtt indul Kondorral. Ez az ő Dózsa ciklusából egy példa. Ő egyébként többször nekiveselkedik ennek a témának, és Gyulaihoz annyiból is kapcsolódik, amit itt látunk, hogy amíg Kondor Dózsa sorozata részkarc, tehát mély nyomású technikával készült, Gácsi magas nyomtatással dolgozik, és ennyiben is egybehangzik Gyulai munkáival, aki szintén szívesen alkalmazza a linómetszést és a fametszést. És még egy harmadik példát hadd hozzak ide, Ágota Margit példáját, aki ugyan nem igen illusztrál, tudomásom szerint gyerekkönyvet, tehát a Mórának nem dolgozik, és egyébként viszonylag kevés könyv illusztrációja van, de nála is nagyon jól érzékelhető az a program, amely grafikailag visszanyúlik a középkor forma készletéhez, formatárához, és stilárisan is középkori mintákat használ, és ebben elsősorban a magas nyomtatású technikára támaszkodik, tehát ez grafikailag a fametszetet és a linómetszetet jelenti, amit itt látunk, ez fametszet. Gyulai Livius
A 60-as évek elején indul, ekkoriban végzi a képzőművészeti főiskolát, és elég gyorsan rátalál a saját hangjára, aminek ettől kezdve egyik meghatározó vonulata lesz az archaizálás. Ugyanakkor azt jelezném, hogy Gyulai egész grafikai munkásságát jellemzi az, hogy párhuzamosan több hangnemben beszél, vagy több stílusban is otthonos. Van egy saját grafikai, kicsit karikaturisztikus, stiláris kifejezési formája is, de talán ami róla leginkább eszébe jut az olvasónak, ezek az archaizáló, középkorias stílusú illusztrációk. Az egyik első enemben az az 1964-es Részkarca, ami Rinocéroszt rajzoló címen ismert, és ami egy nyilvánvaló utalás Dürer híres rinocéroszára. Ezt aztán több verzióban is elkészíti Gyulai, Részkarcban is, később Linó Metszedben is. Gyulai archaizálásának, ami már szorosan kötődik a könyvillusztrációhoz, nagyon fontos fejezete az a grafikai sorozat, az a fametszetű és linómetszetű grafikai sorozat, amit Villon verseire készít, aminek önálló darabja a Hadova és Hamuka címen ismert kompozíció, ez szintén egyébként megjelent az Ésbe, és amiben nagyon határozottan jelenik, ez a kissé ironizáló, középkorias archaizálás, amit Gyulai nyilvánvalóan igazított maguknak a verseknek a történeti idejéhez, vagyis Villon verseihez. 66-ban a Magvető kiadásában jelennek meg Mészöly Dezső átiratai, Mészöly Dezső újszerű fordításai. Ezeknek az illusztrációit Gyulai készíti, könyvészetileg is egyébként egy kiváló alkotás ez a könyv, amiben ez a középkorias ikonográfia és stílustár nagyon határozottan jelentkezik, és egyébként a felnőtt irodalmi könyveiben mindvégig jelen van ez a hangnem Gyulainak, talán a Szamár testamentumot is érdemes még ide idézni, ez már 20 évvel későbbi. Azt hadd jelezzem, hogy itt időben, egészen a 2000-es évekig használja ezt a kifejezési formát Gyulai, ezt a visszatérést a középkori formatárhoz. Az archaizálás nála nem csak a középkori fametszetek imitálását és újrateremtését jelenti, hanem más stílus készletben is otthonosan mozog, ilyen például a rokokó és a Biedermeier kifejezési forma. Az egész archaizáló stílustár tekintetében fontos a 63-ban megjelent Szerbantal illusztrációk sorozata, tulajdonképpen ez volt az első ilyen, amiben rokokó metszeteket imitál, illetve 72-es Vörös Sándor psziché illusztrációi, ahol közvetlenül is felhasznált 18. századi kompozíciókat és Biedermeier metszeteket. A Móra kiadónak először 1967-ben dolgozik a Csizmás Kandúr illusztrációival, 71-ben a Könyves Király című történelmi regényt illusztrálja. Itt már megjelenik egyfajta tudatos megidézése a középkori kódexeknek, mondjuk a túrócikrónika stílusvilágának. Látható, hogy a Móra itt a kezdeti időszakban elsősorban, mint történelmi ifjúsági regények illusztrátorát foglalkoztatja. Érdekes hibrid műfaj a 72-es András Mester krónikája, amiben dokumentumszerűen használnak középkori fametszeteket, és ezek közé illeszkedik Gyulainak néhány saját kompozíciója. A jobbra látható két fametszet eredeti középkori fametszet, a középső pedig a Gyulai saját képe. Nem nagyon elválaszthatók. Az ő egész szerepjátékához hozzátartozik, hogy milyen hajlékonyan tudott igazodni régebbi stílus korszakokhoz. 73-ban készült Vég György meseregényének az illusztrációs sorozata, ez 19. századi fametszeteket, xilográfiákat idéz, és így érkezünk meg ahhoz a műhöz, ami tulajdonképpen elemzésem középpontjában állna, a Ludas Matyi című kötet, ami 73-ban jelent meg, és pár évvel később a Lipcsei Nemzetközi Könyvművészeti Kiállításon is jelentős díjat nyert, mint szép könyv, kiállítását tekintve is ez egy nagyon igényes képes könyv, nagy alakú, nagyjából ilyen A4-es méretű, amiben igen nagy szerepe van a képeknek. Fazekas Mihály
Ludas Matyiától nem független a képi hagyomány, hiszen a második 1817-es bécsi kiadáshoz már kapcsolódtak képek, méghozzá kőrajzok, 4 darab kőrajz, az itt látható jelenetek. Ezeket azóta is gyakran idézik meg, kapcsolják a kiadók a Ludas Matyi újabb kiadásaihoz. A 4 jelenet nagyon pontosan megfogja a drámai csomópontjait a költeménynek. Az első képen az látható, amikor megfogadja a bosszút Ludas Matyi, és a további 3 kép a 3 bosszú etap 1-es jól elkülöníthető elemeit idézi meg, a fára kötözést, a beteg döbrögi megverettetését és az utolsó pedig a híres vásári jelenetet. Ludas Matyi illusztrációs előzményei közül ide kívánkozik Eszmata János 10 darabos fametszet sorozata, ami a 30-as években jelent meg, és jól beleillesztető a két háború közötti magyar fametsző művészet alkotásai közül, két háború között. Nagyon erős volt Magyarországon a magas nyomtatású grafika jelenléte. Ez a fametszetes sorozat tulajdonképpen már használja azokat a középkorias stíluselemeket, amiket később Gyulai is, de ez közel sem vált részévé a kollektív emlékezetnek olyan erősen, mint a 17-es képe. Hadd mutassak még néhány példát a Gyulai könyvek környékén megszülető Ludas Matyi illusztrációkból. Ilyen György Mihály könnyed, színes, játékos illusztrációs sorozata, vagy 66-ban a Magyar Helikon kiadásában megjelent Reich Károly képek, amik szintén dekoratív színes irányba viszik el a jeleneteket. És még Szántó Piroska is ide idézhető, akinek 2 verzióban is készülnek Ludas Matyi illusztrációi. Az egyik ilyen könnyed ecsetrajzok, ami a jellemző stílus a Szántó Piroskának, és 78-ban pedig egy sokkal modernebb, picit elvontabb, stilizáltabb illusztrációs sorozatot készít újra a Ludas Matyihoz. Ahogy láttam, a Móra ezt mai napig árulja, tehát kapható, ma is része a Móra kínálatának, ez a Szántó Piroska féle verzió. Gyulai Livius egy interjúban elmondta, amikor erről kérdeztem, hogy milyen inspiráció forrásai voltak az ő Ludas Matyi illusztrációjának, hogy elsősorban az orosz lyubokok hatottak rá. Azok a 17.-18. századi színes, népies, populáris fametszetek, amik rendkívüli hatást gyakoroltak egyébként az egész 20. századi modernizmusra. Elég, hogyha mondjuk Kandinszkijékat emlegetem, akikre nagyon erősen hatott a lyubokok hagyománya az egész orosz expresszionizmusra. Ez erős színhasználat, a stilizált, kicsit a gyermekrajzokat idéző vonalrajz, ez a leegyszerűsített térbeli ábrázolása a figuráknak, mind olyan jellegzetesség, ami Gyulai képein is visszhangzik. A nyitóképe az ő Ludas Matyiának ez a kép, amit balra látom, ami nagyon izgalmas módon üti föl a történetet, ugyanis egy képmutogatóval indít, azt a benyomást keltve, hogy ezt a népies költeményt egy képmutogató meséli, és ugye ez annyiból érdekes, hogy az irodalomtörténészek fölhívják a figyelmet arra, hogy Fazekas költeménye eleve archaizál nyelvében. Viszont a Gyulai féle illusztrációk nem a Fazekas féle Ludas Matyihoz készülnek, hanem az I. és Gyula féle átirathoz, ami tulajdonképpen egy modernizált átirat. Tehát ebben az átiratban az archaizálás nem az irodalmi nyelv tartja meg, hanem a képek. Azok lépnek vissza időbe, tulajdonképpen abba az időbe, amely időbe maga Fazekas is játszatja a Ludas Matyit. És ezt az eltávolítást, ezt a visszalépést nagyon szépen mutatja ez a nyitókép, ami tehát az egész elbeszélést ettől kezdve tulajdonképpen idézőjelbe, keretbe helyezi. És csak fölhívnám a figyelmet arra, hogy a képmutogatókat nagyon, nagyon komoly képi hagyomány ábrázolja, tehát magának a képmutogatásnak a gyakorlatát, és nagyon gyakoriak rajta a gyereknézők, hiszen a képmutogatók előadása picit hasonló a mai papírszínházhoz, egy szóbeli elbeszélést jelent, és ezekhez kapcsolódó képeket, egyesek egyenesen a képregény előzményét látják benne. Magyarországon ez az 2 képmutogató tábla maradt meg egyébként összesen, és
És ennyiből érdekes, hogy gyerekkönyvről beszélünk, tehát a gyerekközönség számára egy jól követhető narratívát ad elő a mesélő, hiszen egy gyerekolvasó számára a Ludas Matyi a szülő hangján keresztül jelenik meg, és a képeken keresztül. Tehát az első oldalpáron megjelenik a képmutogató, és az a kép jobb oldalon újra ismétlődik, amivel tulajdonképpen indul az egész történet, tehát ettől ráfordulunk magára a képmutogató képeire, és ettől kezdve végig az egész köteten belül következetesen megtartja ezt a képi rendet Gyulai, amiben az oldalpárok tetején és alján hosszanti formátumban haladnak a képek. Az olvasási irány változó. Erre fölhívnám a figyelmet, ez nagyon érdekes játékra ad alkalmat. Az első oldalpáron megjelenik a ludakat terelő Ludas Matyi, és aztán maga az összeütközés Döbrögivel. Kicsit filmes módon ráfókuszál, egy közelit ad a párharcnak, ezt az eszközt később is gyakran használja, és az egész előadásmód egyébként egy kicsit a mozit, a filmet idézi, ezekkel a jól elhatárolható snittekkel, és azért rajzoltam be ezt a keresztvonalat, hogy érzékelhető legyen, hogy a bal felső és a jobb alsó kép rímel egymással képileg, az egyiken megérkezik a Ludakkal Matyi, a másikon elhajtják őt. Tehát ilyen belső képi rímeket is használ Gyulai. Az ezt követő jeleneteken pedig képről képre kibontakozik a jelenetsor, többnyire ugyanazon a horizontvonalon, de hangsúlyos helyeken, mint például itt balra lent, ahol Matyi azt mutatja, hogy háromszor verem ezt vissza, használja ezeket a kiemelt közeliket Gyulai. Ezeken a reprókon jobban látszik a stílusa is, ezek a erős, fekete kontúrvonallal körbehatárolt, tiszta színekkel színezett jelenetek, amik nagyon explicit módon kicsit plakátszerűen ezeket a népies nyomatokat megidéző stílusban mesélik el a történeteket, és egyébként azt is, ha kihangsúlyoznám, hogy a korabeli gyerekkönyv illusztrációban is kiemelkedő nagy szerepe van itt a képeknek a szöveghez képest, tehát annyira szorosan követi jelenetről jelenetre, mondatról mondatra az elbeszélés Gyulai, ami a kor könyv illusztrációjában is ritkaság. Egyébként akár még a késői popárt hatást is beleláthatnánk, tehát a színezésben egy ilyen nagyon eleven merész hang nem jelenik itt meg. Itt már az erdélyi jelenetet látjuk, az erdélyi bosszú jelenetét. Ez az oldalpár pedig azért érdekes, mert itt az eddigi négyes képtagolást kettesre váltja Gyulai. Ugye látható, hogy a két felső kép meg a két alsó egybeolvasható. És ezzel ugye belső vágásokat terem tulajdonképpen ebbe a filmszerű elbeszélésben, és hosszabban kitartja a látványt. Aztán ez már a beteg Döbrögynél tett látogatás jelenete. Itt fölhívnám a figyelmet az interiőrre, a tárgyi világra, arra, hogy a ruházatokat, a kellékeket, a kiegészítő tárgyakat, például a kisasztalon elhelyezett különböző tárgyakat milyen korhű módon formálja meg, szinte egy színpadi berendező, látványtervező erejével. Ez már az a jelenet, amikor az udvartartást elküldi Döbrögi gyógynövényeket gyűjteni, jobbra fönt. Itt is érdemes felfigyelni a változatos karakterekre, típusokra, és a ruhák szintén korhű és változatos bemutatására, úgy gondolom, ez egy gyereknéző számára sem érdektelen. És így jutunk el a vásári jelenethez, a bosszú jelenetéhez, és végül az utolsó kép, amivel tulajdonképpen az elbeszélés zárul, az a harmadik bosszú megveretés jelenete, ez is kap egy közelít. A másik kötet, amit pár évvel később, 78-ban készít Gyulai, és szintén használja ezt az archaizálást, ez Szépernő Egyszer volt Budán kutyavásár című kötete, ami az előzőhöz hasonlóan nagy alakú A4-es méretű album. Ebben ilyen típusú képek vannak, ő maga szintén a ljubokokhoz köti ezt is, tehát erre is jellemző egy népies, dekoratív, stilizáló archaizálás. Itt kötetlenebb a képek elrendezése, kifejezetten fantáziadús és virgonc. Az egyes részletekben még erőteljesebb a szatirikus, karikaturisztikus hangnem. És a legjobb oldalak közé tartozik ez, amit itt mutatok.
itt ugye Mátyás király a nemeseket arra biztatja, hogy vásároljatok kutyákat. Itt is nagyon szépek a viseletek bemutatásai és a különböző karakterek, illetve ez egy nagyon merész oldal, oldalképét tekintve is, ahol átcsúszik az egyik oldalról a másikra a jelenetsor is, és az egész kaotikus állapotot nagyon szépen bemutatja, amikor elszabadulnak a budai várban a kutyák. Itt is egyébként érdekes, ahogy Gyulai egész művészetében, ugye művészettörténetére kinyomozni a hatásokat és a kölcsönzéseket. Itt jobbra fönn látjuk ezt a csapat katonát a pajzsokkal. Ezek egyenesen a bajói szőnyegekről vándoroltak ide. Gyulai nagyon gyakran alkalmaz ilyen idézeteket, de ezeket általában leplezi és titkolja, úgyhogy a művészettörténészek kihívása, hogy kiszemezgessék a képekről ezeket a finom kis kölcsönzéseket. És itt látható még egy jelenet, amiben akár még Picasso-t is beleláthatjuk, ha úgy akarjuk, de mindenképpen a modernizmus és az archaizálás nagyon izgalmas összetevője. Az utolsó példám pedig egy 84-es könyv, ahol különböző népek meséit adta ki a Móra könyvkiadó a tengerről, és ehhez szintén középkorias stílusú fametszeteket készített, pontosabban linó metszeteket készített Gyulai, önálló, gyönyörű szépen kivitelezett kompozíciók, ezek 3 perc is befejezem, mert tudom, hogy túl lógtam az időn, igen. És itt csak azt szeretném megmutatni, hogy milyen szorosan követi a stílus mintákat, amit itt láttok, az egy orosz lubok, mint lehetséges ihlető, de mutatok néhány képet középkori szörny ábrázolásokról, ezek tele van a művészettörténet ilyen fametszetekkel, ilyen populáris fametszetekkel, ez az a világ, amit tulajdonképpen Gyulai is beépít, de legtöbb esetben nem közvetlenül másol, ebben volt ő zseniális, hanem az adott stílus elemek mentén teremti újra azt a világot, amihez igazodik. És az eltáncolt papucsok kicsit népies verzióban 84-ből ugyanezt a hangnemet követi. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük az előadást, és akkor a következő előadónk Veres Miklós, aki a tudományos fantasztikus irodalom és a Móra könyvkiadó kapcsolatáról beszél nekünk. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Az előadás kezdetén hát először is szeretném jelezni, hogy nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni. Több forrásból építettem fel ezt az előadást. Alapvetően Erdei Pálma Észjáték és Csodavárás című doktori disszertációjának leginkább a forrásait használtam föl az előadás felépítéséhez, de nagy segítségemre volt a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményeiben található interjúk, valamint kéziratok, leginkább Kucka Péter levelezés, a Szent Mihályi Szabó Péter hagyaték is nálunk van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és az itt található levelezések is rengeteg információval szolgáltak. Illetve szeretném megjegyezni, hogy szintén a gyűjteményben található a Kucka Péter hagyaték grafikai része, amit kevésbé használtam most, mert ez most még feldolgozásra vár, de ez is egy nagyon érdekes anyaga a hazai sci-fi történetnek, amit szintén a Mórában jelentek meg. Hogy került a Mórához a sci-fi kiadása az 1960-as évek végén? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mielőtt erre rákanyarodnánk, szeretném az előzményeket egy kicsit felvillantani. Egyszerűen azért, hogy lássuk, hogy mikor 1969-ben elindul a science fiction kiadása a Móra kiadónál, egy elképesztő méretűre és minőségére nőtt irodalmi hagyományból, vagy irodalmi termésből válogathatott Kucka Péter a szerkesztő. A magyar sci-fi történet az udvarizmus korszakában indul, 1872-t talán tekinthetjük egy kezdőpontnak, amikor megjelent Jókai Móra jövőszázad regénye. Ezt követően pedig a dualizmus időszakában olyan szerzők alkottak science fiction műveket, mint Tábori Róbert, Herceg Ferenc, Ambrus Zoltán, ezzel párhuzamosan pedig nemzetközi ismert szerzők művei is megjelentek magyar nyelven, mint Jules Verne vagy Wells. Az első világháború után olyan szerzők is írtak science fiction, sokkal borongosabb témákat választom, mint a dualizmus időszakában, mint Babits Mihály Elza pilótája, vagy Karinti Frigyesnek
több regénye, illetve novellái is, ezek külön kötetben is megjelentek néhány évvel ezelőtt. Ezek talán mondhatjuk azt, hogy remek művek, de a ponyva irodalom területén is óriási előrelépéseket láthatunk, vagy óriási termést láthatunk. Elég, hogyha például Leleszi Béla munkásságára utalok, vagy akár Orbán Dezső művei is jelentősek. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban pedig egy olyan magazinkultúra, pulp magazinkultúra indul be, ahol a világhírű szerzők indulnak el a pályán, a két világháború között, 1945 után. Isaac Asimov, Robert Heinlein, Philip K. Dick, Ray Bradbury is még hosszan sorolhatók azok a szerzők, akik itt innen nőnek aztán ki. Idehaza a második világháború egyfajta törést okozott a fantasztikus irodalom kiadásában, nem csak a szívben, hanem más területen is. Még a kezdeti időszakban, 1945-ben még a helyzet biztatónak tűnik, hisz ekkor jelenik meg Gáspár László Mi első Adolf című regénye, ami egy alternatív történelmi regény, mi történt volna, hogyha nácik nyerik a világháborút. Illetve 1947-ben pedig Szepes Mária Vörös oroszlán című regénye is megjelenik, ami ugye inkább fantasy, a mai fogalmaink szerint, de ez az időszak nem tart sokáig, a Vörös oroszlánt is gyakorlatilag bezúzzák, Hambas Bélának hála maradt belőle néhány példány, amit nem került bezúzásra. Leleszi Béla, aki az előző korszak legkisebb ponyvai írója volt, őt pedig egyszerűen kizárták az Írószövetségből, és gyári munkást csináltak belőle. Egyszerűen a Rákosi korszak 1948 utáni irodalom politikájába és szocialista realizmusába nem fért bele a fantasztikum. 1956 után oldódik a helyzet valamennyire, leginkább természettudósok alkotnak science fictiont, mint Botondbolis György, Márton Béla vagy Kulin György csillagász, illetve jelentkeznek olyan utopisztikus szerzők is, vagy olyan utópiák is, mint a Fekete Gyula is ír utópiákat, valamint 60-as években már megjelennek Zsoldos Péternek a regényei, aki talán mondhatom nyugodtan, hogy az egyik legzseniálisabb magyar szerző volt mind a mai napig. Zsoldos regénye a Viking visszatér és a távoli tűz 1963 és 1969-ben már a Móra kiadónál jelent meg. Arra nem tudom a választ, hogy került Zsoldos a Mórához, mert sajnos a Zsoldos Péter után nem maradt hagyaték, irodalmi hagyaték, nincs meg sem a levelezése, sem pedig az analektái, úgyhogy ezt még további kutatást igényel, de az biztos, hogy ez a két kötet valószínűleg azért, mert ifjúsági regényként definiáltak ezt a két művet, ezeket a kiadó már kiadta. Itt viszont már elkezdünk 1969-hez, ahol amikor a Móránál megjelenik az első ismertebb science fiction regény, az Isaac Asimovnak az Halhatatlanság halála című regénye, és ez már Kucka Péter tevékenységének köszönhető. A Kucka Péterre gyakran úgy hivatkozunk, hogy a magyar science fiction atya, ő maga is használja saját magára a levelezéseiben ezt a kifejezést, természetesen jó adag öniróniával, mert hogy ugye 1990-ig abszolút hatalma volt gyakorlatilag a magyar sci-fi kiadása felett. De hogy került ide? Hogy került ebbe a pozícióba? Ez egy nagyon izgalmas történet. Ugye 1949-től Révai Józsefnek a köréhez tartozott, ugye ismert az a tény, hogy 1949-ben, amikor Baumgarten díjat kapott, akkor gyakorlatilag Szabó Magda helyett kapta meg ezt a díjat, sokkal inkább a politikai elkötelezettsége, mint az írói munkássága miatt. Hát az MDP kultúrpolitikai osztályán is dolgozott, és az Írószövetség szervező titkára is volt ebben az időszakban. Azonban 54-től szembefordul Rákosékkal, akkor írja meg a Nyírségi Napló című művét, és ezután partvonalra kerül, a forradalomban betöltött szerepe után pedig a Kucka család elmondása szerint halálra is ítélik, ezt nem hajtják ugyan végre, de a család egyfajta egzisztenciás ellehetetlenül is állapotába kerül, gyakran éheznek, és ebből a helyzetből sikerül aztán lassan kijönnie Kuckának. Sok fejtörést okozott akkor 1956 után, hogy mit kezdjenek azokkal az emberekkel, akik a forradalomban valamiféle szerepet vállaltak, de mégis, hát azért mégiscsak valahogy beletartoztak az MSZMP köreibe. Volt is egy ilyen PB gyűlés, az MSZMP-nek politikai bizottsági gyűlés, ahol már 1957. augusztusában vizsgálják, hogy mit kezdjenek Kuckával és Örkénnyel, mert sok volt a rogálásuk október előtt is, meg az alatt is, meg utána is, de hogy azt a bomlasztó tevékenységüket ugye fényében mit lehet velük kezdeni. Még 59-ben sem engedik egyébként Kuckának, hogy belépjen az Írószövetségbe, nem javasolják ezt 1959. április 1-én. Végül
végül az a kompromisszumos megoldás születik, hogy tulajdonképpen acél kuckát egyfajta számüzetésre ítéli. Ez a fajta számüzetés számára a science fictionnek a területe. Ott kiélheti magát, szervezhet, csinálhat bármit, a bármit azt most idézőjelbe, de írni nem írhat. 1990-ig Kucka Péternek nem jelenik meg írása, az asztalfióknak ír, óriási mennyiségű kéziratot gyűlt össze, de ezek nem jelentek meg, nem is jelentek meg. Ezt a fajta kreatív, az viszont tele volt Kucka kreatív energiával, és ezt az energiát a sci-fi életszervezésébe fektette bele már az 1960-as évektől kezdve. Ennek eredménye volt 65-ben, amikor megjelenik Ray Bradbury Marsbéri krónikái, állítólag Kucka fordításában, ez azért problematikus, mert Kucka nem tudott angolul. Legalábbis ezt mondják, bár ez források ellen vannak egymásnak. Illetve a Riadó a naprendszerben című mű is ekkor jelent meg, ez egy novellás kötet volt. 67-ben az új írásban sikerül egy sci-fi külön számot összehoznia, elég nagy szó volt abban az időszakban. És ezzel párhuzamosan elindítják a Kossuth kiadónál a fantasztikus sci-fi sorozatot, ami kb. 15 kötetet ért meg. Itt olyan szerzők jelennek meg először magyar nyelven, mint Isaac Asimovnak az Én a robotja, Vonnegutnak az Utópia 14-e, vagy Arthur C. Clarke-nak a Holdrengés című regénye. Azonban az volt a probléma, hogy ugye a Kossuth kiadóról tudjuk, hogy ez az MSZMP-nek a saját házi kiadója volt. És hát hamar problémába ütközött Kucka. Rigó Bélát, ugye tudnám idézni, aki szintén hogy a Móra kiadónál dolgozott. Arra emlékszem, hogy a Kossuth kiadó többször támadás érte a sci-fi sorozata miatt, mert micsoda dolog az, hogy a párt kiadója ilyen komoly talán dologhoz adja a nevét. A támadásokat egy ideig úgy próbálták kivédeni, hogy szovjet szerzőket jelentettek meg, Strugackijékat, Jefremovot és egyéb hasonlót, de nem segített rajtuk. A szovjet szerző az, hogy utána ez az ember mind problémás volt, hiszen a sci-fi szovjet klasszikusai, Strugackijék például, akiknek Nehéz Istennek lenni című regényük jelent meg a Kossuth sorozatban, hát meglehetősen kellemetlen alakok voltak a saját hatóságaik szemében. Kucka erre ugyanígy reagált, hogy a zseniális Acél György végül is a kiadói főigazgatóság utasítására leállította ezt a sorozatot. Párhuzamosan viszont a Móránál elindult egy másik sorozat, ahogy 1969-ben, de hogy került ide a sci-fi? Hát ez nagyon egyszerű feloldás van ennek a dolognak. Egy olyan segítséget kapott Kucka, hogy ekkoriban a miniszterelnök helyettest Ajtai Miklósnak hívták, akiről kiderült, hogy tulajdonképpen rajong a science fictionért, és személyesen kereste fel először a Kossuth kiadót, majd a kiadói főigazgatóságon keresztül a Móra kiadóhoz kiküldött egy embert Kuckával, hogy már pedig itt, mármint a Móránál, science fiction-t kell kiadni, és itt van Kucka elvtárs, majd ő ki fogja adni. És 1969-ben elindult a sorozat. Ezt ugye Kucka visszaemlékezéséből, amit 1990-ban mondott Erdélyi Pálmának, ezt pontosan lehet tudni. Elindult tehát a sorozat 69-ben, és egy évben körülbelül négy kötet jelent meg, például rögtön a második Karinti Frigyesnek a Delejes halál című kötete volt. Erről majd még lesz szó. Leginkább ugye, hát ugye kötet regények jelentek meg általában, de voltak novellák is. Ez a, ugye az a Kozmosz fantasztikus könyvek sorozatról beszélünk most. 1987-ig összesen 132 kötet jelent meg a sorozatnak, majd 87-től Galaktika fantasztikus könyvekként jelent meg a sorozat, és 94-ig folytatódott, akkor 44 kötet jelent meg összesen. Az első kötet, tehát Asimovnak a kötete 15.500 példányban jelent meg. A rekordot Aldous Huxley Szép új világa tartja, 1980-as években jelent meg, Szent Mely Szabó Péter fordításában, 185.000 példányban jelent meg, de az utánnyomásokkal együtt ez 240.000 példányra nőtt. Szerintem ezek a számok mai füllel science fictionnek hatnak. A 100.000-es álomhatárt egyébként csak a filmkönyvek értéke, tehát a Csillagok háborúja, E.T., ezen kívül pedig mondjuk Asimov és Lem műveinek sikerült ezt elérni. 40.000 alatt egyébként a 80-as években nem nagyon jelent meg a kötet. A könyvsorozattal párhuzamosan Kucka elindította a Galaktika antológiát, mert úgy gondolta, hogy a sci-fi novellák sokkal jobbak, mint a regények, és jó lenne egy antológia sorozat, ahol kik célzottan novellák jelenhetnének meg, és 1972-re meg is valósult. 85-ig antológiaként jelent meg a Galaktika először 4, aztán 6 kötet, utána pedig havilapként egészen 175 száma jelent meg a Galaktikának, és ez a két alappillére volt a korszak sci-fi kiadásának, és mind a kettő ugye a Móra kiadónál jelent meg, a Galaktika és a KFK sorozata. Nem véletlenül szoktunk erre hivatkozni, mint aranykor, a magyar sci-fi aranykora, persze azért
lehet ezt a képet bőven árnyalni a mai források tükrében. Miért jelenhetett meg a Móránál ez a kiadó? Ez a tematika. Ugye ezt láttuk a Kossuthnál, hogy az MSZNP mit gondolt erről, és a felső vezetése mit gondolt. Egyszerűen ifjú gyerekirodalomnak tartották a SZIF-it, és úgy is kezelték. Ami viszont egyfajta lehet, ez kevésbé tűnt veszélyesnek ugye a rendszer számára. És ezt Kucka végletekig ki is használta, amikor a kötetek kiadásáról volt szó. Nagyon fontos eredményeket sikerült ennek hála elérnie. Ahogy jeleztem, óriási mennyiségű szerzők közül válogatott nyugati szerzők közül is, meg keletiek közül is. Nagyon jó használta például a kapcsolati hálóját a megjelentette váró művek kapcsán. Például nagyon sok 1956-ban emigrált barátja volt kint külföldön, nyugaton, és ezek a baráti kapcsolatok, ezek megmaradtak, és ők köteteket küldtek például Kuckának, amiből tudott válogatni. Nagyon jó ízlése volt, ezért ezt meg kell jegyezni. Kiválóan tudott válogatni, de mindig azért szem előtt tartotta azt, hogy ne sértsen bizonyos érzékenységeket, leginkább politikai érzékenységeket. Így például 95 Robert Heinlein művét, akit jobboldali szerzőnek tartottak kint nyugaton, nem is jelentetett meg, csak 90 után jelenik meg. Mi volt Kuckának tulajdonképpen a célja ezzel? Ahogy jeleztem, számára a SZIF-i kiadása és az egész terület tulajdonképpen számüzetés. Ezért aztán próbálja kanonizálni ezt az irodalmi tematikát, és ez nagyon sok mindent elköveti. Van egy példa erre, hogy mennyire rossz például a viszonya Acéllal. Amikor egyszer Acél behívta magához, akkor Acél előtt ott voltak a Kucka dedikálásra váló kötetei. Kucka leült, látta a köteteket, de semmiféle módon nem reagált erre a néma elvárásra, tehát szótalanul kiment a szobából, és nem dedikált ezeket a köteteket. Tehát nagyon hideg maradt közöttük a viszony, és nagyon érdekes például a Tardos Tiborral folytatott levelezése 1989 körül, amikor Tardosnak küld, ők jó barátok voltak az 50-es években, csak Tardos ilyen migrált 56-ban, küld neki szifi köteteket, Tardosnak, és Tardos azt a választ adja neki, hogy barátom, lehet, hogy azt írtad, hogy amikor én ezt olvasni fogom, vagy amikor ezt írni fogom, akkor majd megszeretem, mármint a SZIF-it, de sajnos nincs így, soha nem fogom megszeretni. De ez jól mutatja azt, hogy Kucka hogy gondolt, mikor elkezdett vele dolgozni, akkor ő is megszerette. Ezt a következtetést vonhatjuk le ezekből a levelekből. A Mórának a kapacitását és kiadói kapcsolatait azonban a kanonizálásra megpróbálta minél inkább kihasználni. Konferenciákat szervezett, például a 1972-ben a jövő század regényének megjelenésének 100. évfordulójára szervezett egy konferenciát. Megindította az SF tájékoztató című lapot, ami az Írószövetség SF szakosztályát, mint szintén Kucka alapítottnak a saját lapja volt, mert az Írószövetségnek SF szakosztály is megalakult, ugye. És nagyon sok mindent elkövetett, hogy ki léptesse az úgynevezett gettóból, itt Stanislav Lem szavait használjam, SZIF-i irodalom ugye gettóban van, mondta Lem, ebből a gettóból, és lebontsa ezeket a bizonyos falakat. Nem nagyon sikerült. Mondok erre egy példát. Van egy interjú, amit a Petőfi Múzeum készített, amikor a 90-es években Kuckával, és ott elmondja, hogy Borgesnek az egyik regénye az a Kozmos Fantasztikus Könyvekben sorozatban jelent meg. Nagyon sok kört kellett futni, hogy ez a regény megjelenhessen. Körkörös romok című regény. Odaadta ezt a kötetet, ugye ezek a kiadványok egy ilyen papír, puhakötéses, hát ilyen ponyva jellegűnek néztek ki, mindenféle színes borítókkal, ezt odaadta Karinthy Ferencnek és Déri Tibornak, csak nem voltak hajlandók kézbe venni. Kuckára csak annyit mondott, hogy a marhák, mert hogy igazából riasztó hallhatottak ugye ezek a kötetek, és az Írószövetség SF szakosztályának tagjai is, például Szepes Mária, Lőrincsel László, Dényi Tibor, vagy Nemere István is megerősítették ezt, hogy gyakran Kuckának ez volt a célja. Nemere Istvánnal például tavaly készítettünk egy most 6 órásnál tartó életút interjút, ahol elmondta, hogy Kucka hogyan próbálta a saját köreibe vonni ezeket az írókat, és hogyan próbált kapcsolatba lépni az Írószövetségen keresztül más írókkal, vagy hát úgymond a mainstreambe tartozó írókkal, és hogy ezek a dolgok hogyan működtek, hogyan gyakorolt egyszerre kontrollt felettük, és hogyan irányította ezt az egészet, és hogyan emelt ki tehetségeket vagy jó műveket ezekből a szerzőkből. Hogy milyen problémákkal szembesült, ugye azt az 1982-es kritika, van lezajlott vita nagyon jól mutatja.
ahol Posztler György azzal indítja a szifivel kapcsolatos kritikát, szifi irodalommal kapcsolatos kritikát, hogy kár le tagadnom, nem kedvelem a műfajt. Irodalomban sem, filmben sem. Lehet elméleti megfontolás is, de nem úgy kezdődött, hanem egy egyszerűen olvasóként és nézőként. Nem érvekkel, inkább tompa rossz érzésként, főleg érzelmileg, nem végig gondoltan. Tehát a probléma, utána, hogy Posztler cikkéből kiderül, az az, hogy a korszak mainstream irodalom történészei nagyon szerény ismeretekkel rendelkeztek a kortárs szifi, már a kortárs alatt ezeket a 80-as éveket értem szifiről, és úgy is ítélték meg. Herman István ugyanebben a számban megjelent írását tudnám idézni, ami rávilágít egy másik problémára, hogy miért lett nagyon sikeres a Galaktika és a Kozmosz Fantasztikus sorozat a Mórán belül. Herman azt mondja, és itt egy világnézeti problémákra világít rá írásában, hogy mi a baj a szifivel, hiszen abban a pillanatban, hogy mindenfélét átalakítunk, ha tökéletesen más társadalmi és termelési viszonyokat tételezünk művészileg, és más társadalmi folyamatokat, teljesen átváltozott technikai rendszert ábrázolunk, abban a pillanatban az egészből olyan üres maséria lesz, melyben lejátszódhatnak ugyan események, de amely nem ábrázol végeredményben semmit. Nála gyakorlatilag az irodalom és a sci-fi az kizárja egymást. Ugyanakkor, ez rávilágít egy másik problémára, hogy ugye azért van a rendszernek, a Kádár rendszernek egy jövőképe, gondoljunk erről a jövőképről, bármit is. Ezzel a jövőképpel a Galaktika, az ember kinyitott egy galaktikát, vagy akár egy kozmosz fantasztikus sorozatban egy kötetet, azzal szembesült, hogy ez egy teljesen más jövőképek is létezhetnek a hivatalos jövőképpel szemben, így a Galaktika és a kozmosz fantasztikus könyvek sorozat egyfajta rendszerellenes ízt adott, és ezt Kucka nagyon jól ki is használta. A sikere is nagyon sok esetben ennek voltak köszönhetők. A másik dolog, és ez az aranykor hatást valamennyire erősíti, azok például a fordítások. Az Írószövetségen keresztül Kucka nagyon jó fordítókat tudott elérni, Gonczi Árpád, Parancs János, Kári Sára, Földel Kíván, Tótfalusi István. Gyakran, például Gonczi Árpád is ugye 56 után partvonalra került, és például Kucka adott nekik munkát a Galaktikában, és ez megint mutatja, hogy milyen eredményekkel járt, hisz ezek a szövegek a mai napig ennek hála, így nagyon jó minőséget képviselnek, nem tökéletesek, de mégis azért kiemelkedőnek mondhatjuk a mai napig. Az árnyoldalakra visszatérve viszont, és itt a cenzúrára kell ugye utalnom, az öncenzúra, amit Rigó Béla is említ egy interjúban, hogy maguk a szerzők cenzúrezek saját magukat, de Kucka is hozzányúl bizony művekhez, hogyha ez szükségesnek látja. Ugye ezeket a műveket, amit akkor megjelent, érdemes átvizsgálni ilyen szempontból is, hogy mit kellett kivágni, hogy megjelenhessenek ezek a munkák. Egy Vörös Oroszlán kapcsán van egy Kucka interjú részlet. Akkor már több könyvét kiadtam Szepes Máriának, és gondoltam, na talán most jöhet a Vörös Oroszlán, hogy teljes megjelenéskor bezúztak. Előszedtük, elolvastuk. Nagyszerű, gyerünk, kiadjuk. Elolvasta a belső szerkesztő, hát azt mondja, ez nem jó. Akkor mondtam Szepes Marinak, hát más nem lehet csinálni, én írok egy marxista utószót hozzá, megmagyarázom azt, hogy a könyv igazán miről is szól, hogy az olvasó ugye tájékozódni tudjon. Megírtam az utószót hozzá, azóta is emlegeti, megmagyaráztam az egész könyvet, azt az abszurdumot is, hogy a pasi újra és újra feltámad, mert ilyenek történnek benne. Megmagyaráztam, megjelent. Ez már lazulás, így is. Persze közben csomó részt kivágtak belőle, ezt már ugye Kuncak nem idézi az interjúban, és csonkítatlanul csak 90 után jelenhetett meg a mű. De Arthur C. Clarke regényeiből is tudunk olyat, hogy delfinizálták, hogy egy Szörényi nézzem, és vettek belőle ki részeket. Más esetben pedig volt olyan is, amikor könyv nem is jelenhetett meg. Például Strugacki-nak volt egy regénye, Lakott-szigetként hivatkozik rá Kucka. Ezt ugye megkapta fordításra Kucka, és kiadta a Móra kiadó párttitkárnőjének, aki lefordította magyarra. Csak közben a regényt gyakorlatilag a Szovjetunióban tiltották be, mert olyan dolgok történnek benne, hogy vannak benne ilyen szigetek, meg lágerek, ahol embereket elvisznek, és hát ezért nem volt nehéz észrevenni némi áthallást ugye, a valós események között. Soha nem találták meg a kéziratot. Mármint a lefordult kéziratot, és talán aztán az újkori Galaktika jelentette meg ezt a regényt, ha jól emlékszem, később. Tehát ilyen is volt, amikor valami nem ment át a szűrőn, mert kiverte a biztosítékot. A másik dolog pedig a sci-fi történet, mint eredmény. Kuckának hála, ez is egy óriási pozitívum véleményem szerint. Kuckának hála, és ez is a kanonizálásra megy vissza szerintem, nevezetesen, hogyha találunk a kánonban olyan szerzőket, akik írtak sci-fit, régi szerzőket,
akkor ezeket fel lehet mutatni, és akkor lehet arra azzal érvelni, hogy a sci-fi teljes jogán irodalom. Így aztán Kucka megkezdi a sci-fi történet feltárását, és vannak olyan galaktika számok, ahol gyakorlatilag tematikusan csak régi science fiction jelenik meg, Jókai, Babics, Karinti, Szatmári, stb. Minden, amit ma mondjuk a dualizmus kori, vagy a kétszerkárok közötti szifire tudunk, az nagyon nagy, abban Kuckának óriási szerepe van, és olyan bibliográfiákat sikerült összeállítania, olyan tematikus műveket, aminek hála ezek megvannak, és ezekre most lehet építeni és tovább lépni a kutatásban. Úgyhogy ez például szerintem egy óriási pozitívum, és a Mónál, ezek ugye nagyon sokszor a Mónánál jelentek meg, így kapcsolatú ehhez, a tematikához. A másik pedig, ami nagyon nagy pozitívum volt, az a klubmozgalom, a Galaktika Baráti Klub, ami 1987-ben indult, nyugati amerikai mintára, több mint 10 000 fő jelentkezett. Erről Kucka a következőképpen emlékezett. Már akkor az ötlet nem volt eredeti természetesen, amit a klub, mert hát ezt már kitalálták előttem. Viszont levelezésben volt egy nagy amerikai science fiction könyvtárral, ahonnan szintén küldték nekem a köteteket. És leírták a pasik nekem, akikkel leveleztem, hogy működik az ő könyvklubjuk. Amikor előadtam a Mórában, röhögött az egész Móra, azt hitték, hogy ideált ebből nem lesz semmi. Aztán mondtam, hogy én is be fogok lépni, és az én számom lesz a 10001-es. Az egész Móra kacagott. Egyszer csak megindult a levelek áradata, akkor lassan lefagyott a Móra ajkaira a mosoly. Mert hogy ugye óriási siker volt ez, és ebből ez a klub aztán megindította azt a rajongói mozgalmat, amiből aztán olyan mozgalmak, klubok, akár rajongói klubok is lettek, fandom, ugye, mint később a Vega is, ami mondjuk már a Kucka vonallal szemben állt, ez egy nagyon érdekes történet, erről külön adást lehetne tartani, de most ebben nem mennék bele, hogy Kucka például ebben milyen szerepet vállalt, aztán készültek ezért a Művelődési Minisztériumnak mindenféle jelentések, például a Vegáról is. A másik dolog pedig a nemzetközi kapcsolatépítés, amiben Kucka megint nagyon erős volt, WorldCon, SoCCon, ezt is az Írószövetségen és a Mórán keresztül intézték ezeket az utakat, aminek hála, óriási kapcsolati hálót tudott Kucka kialakítani, sőt 1988-ban a WorldCon, ami nagy sci-fi rendezvény, világrendezvény volt, Budapesten tartották meg, nagy nemzetközi szerzők jöttek el, most nem Erik von Denikerre gondolok, mert ő is itt volt, hanem más angol száz szerzők is itt voltak. Nagyon fotók is készültek, ezek tényleg fantasztikusak. A Móránál, és itt előadásom végére kanyarodnánk rá, hát kicsit túlfutottam az időn, de hogy lezárjam a dolgot, mi az, ami véget vetett ennek a dolognak? Hát a rendszerváltás, a rendszerváltozás, ki hogy szereti. Egyszerűen az történt, hogy Kucka Péter már korábban fakadóan is, meg a látásmódjából is a fakadóan is képtelen volt alkalmazkodni a rendszerváltás utáni változásokhoz. Piaci viszonyok alakultak ki, és ennek nem tudott megfelelni. Ráadásul a könyvpiacot elárasztották akkor már a különböző kiadók, különböző sci-fi művei, amelyek nagyon változó minőséget képviseltek a Kucka érához képest. A szöveggondozás mondjuk sok esetben csapnivaló volt, és ez általában nagyon rossz hatással volt az általános megítélése arra a sci-fi adomnak a 90-es évek elején. Ráadásul elkezdtek a kiadók jogdíjakat követelni Kuckától is. Ez eddig szokatlan dolog volt, mert 89 előtt ez nem volt jellemző. Kucka egy interjújából tudjuk, hogy nyugatiak nem szedtek jogdíjat, ugye a felpuhítás politikája, hogy minél több nyugati kultúrtermék jelenjen meg a keleti blokkban, ennek egyébként nem volt ez jellemző. 90-ben azonban megváltozik a helyzet, ide a pénzt, ahogy Kucka fogalmazott, és ennek is meg kellett felelni. A következmény, hogy a másik, hogy az olvasás visszaszorul a 90-es évekre, hát ezt tudjuk számokból, hogy a tévézés, stb. Miatt egyszerűen kevesebbet olvasnak az emberek, és ezekből az okokból kifolyólag a Galaktika példányszáma 70-80 ezerről 10 000-re esett vissza. Kucka egy interjúban elmondja, hogy az az oka ennek az egésznek, hogy akkor megszűnt a Galaktika, a pénz. Ahhoz, hogy 10 000 példány nullszaladós legyen, a 148 forintos lapárat 248 forintra kellett volna emelnünk. Ezt nem vállaltuk. 1995-ben vagyunk, ekkor a minimál bér bruttó 12 200 forint. Így kell a 280 forint, 48 forintot kontextusba helyezni. A kaput végül a Móra privatizációja tette be, amikor is a piaci viszonyokra változni reagálva, hogy a Móra privatizáltak, és gyakorlatilag egyfajta profitisztítást hajtottak végre. A sci-fi az már nem fér bele a gyerekjodalomba, hisz sosem volt igazán gyerekjodalom, bár vannak gyerekjodalmi sci-fi művek is, de nem gyerekjodalom, és gyakorlatilag ezeknek az okoknak az lett a vége, hogy először a Galaktika, majd a Kozmosz fantasztikus könyvek is megszűnt. A Galaktika végül 2004-ben indult újra, de az már egy egészen más
kiadói csapat munkájának az eredménye, és ez egy más előadásnak is a tárgya lehetne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a türelmet. Szeretettel köszöntök mindenkit, hát a címet egy kicsit én is árnyalni fogom, illetve az előadásom második része elsősorban ilyen szövegelemzős lenne, de nagyon igyekezni fogok, hogy beleférjek az idői keretekbe. Miért vagyunk annyira zavarban, ha Szabó Magdáról kell véleményt mondanunk, teszi fel a kérdést Szilágyi Zsófia egy 2019-ben megjelent tanulmánya nyitányaként. A többes szem első személy az alig, hanem elsősorban a kritikus irodalomtörténészi közvéleményt rejti. Szabó Magda életművéről ugyan tanulmánykötetek, legújabban disszertációk is megjelentek, de kritikai megítélése az minimum ellentmondásos. Nehezen megfogható az a tapasztalat, amelyről például Térei János is beszélt a debreceni 2017-es Szabó Magda törzsasztal beszélgetésében, idézem. Szabónak van kulcsa az olvasóhoz, és egyetemes mondandójával 42 nyelven képes valamit nyújtani, sőt, strandolvasmánnyá válni, komolyabb engedmények és olcsó eszközök nélkül. Ez elképesztő. Idézet vége. A 20. századi irodalmi kánonban történő elhelyezését az sem segíti különösebben, hogy egy olyan író perszónát ismerünk meg Szabó Magda nyilvános megszólalásai vagy a vele készült interjúk alapján, aki folyamatosan szerepek, állarcok mögé bújt, újra és újra kiszínezte saját életrajzának tényeit, és úgy próbálta uralni saját recepcióját, hogy közben folyamatosan tréfát űzött a kritikusaival. Ez nem könnyíti meg a kánonban történő elhelyezését. Krusovszky Dénes egy magyar narancsbeli cikkében amellett érvelt, hogy Szabó Magda művei a közérthető, de gondosan megírt irodalmi igényű szórakoztató művek közé, azaz a Middelbrow irodalom keretein belül lennének pozícionálhatóak, de mivel hazánkban, miként erre Krusovszky is rámutatott, a szocialista irodalompolitika működésének következtében nem létezik ez a kategória, ezért nem találják a helyüket a kritikában Szabó Magda vagy akár Békés Pál regényei. Az elmúlt években, mint említettem, több tanulmánykötet, tanulmánydisszertáció is világot látott Szabó Magda úgynevezett felnőtteknek szóló regényeiről, azonban az úgynevezett ifjúsági regényeit vagy lányregényeit mérsékeltebb figyelem övezi, és ahogy néhány könyvtáros barátomtól, ismerősömtől is megtudtam, ezeket a könyveket viszonylag kevés fiatal olvassa manapság, az Abigail az néhány középiskolában kötelező, de az Állarcos Bál, a Születésnap vagy a Mondják meg Zsófikának az viszonylag kevéssé népszerű, nem igazán kölcsönzik a fiatalok könyvtárból. Előadásomban ezért elsősorban azokat a kérdéseket, töprengéseket szeretném megosztani, amelyek talán ezeknek a könyveknek az újraolvasásához is kínálnak néhány értelmezési szempontot. Hogyan vált Szabó Magda ifjúsági irodalmi szerzővé? Ismeretes, hogy pályáját újholdas lirikusként kezdte, de alkotótársaival együtt a Rákosi korszakban osztályidegennek nyilvánították, és az 1949-ben számára odaítélt Baumgarten díjat az odaítélés napján vissza is vonták, és ahogy az imént megtudtuk, éppen Kucka Péter kapta meg helyette ezt a díjat. És ezután 10 év hallgatás következett, ez alatt középiskolai tanárként dolgozott elsősorban, és az ebben az időben született kéziratait az író állítása szerint a barátai rejtegették. 1958-ban térhetett vissza egy meseregénnyel a Bárányborizsárral, egy felnőtteknek szóló szépirodalommal regénnyel a Freskóval, illetve egy ifjúsági regénnyel a Mondják meg Zsófikának című könyvvel tért vissza. A Freskó komoly kritikai visszhangot kapott, de az író elmondása szerint tanítványai dühösek voltak, amiért nem nekik való regényt írt. Innentől pedig őt idézem, a Kapdebú Lórántal folytatott beszélgetésben mondta a következőket. Mikor dedikálni hozták a könyvemet, megkértem őket, hagyják a csodába, olvassák csak a szüleik. Az egyik tanítványom rám is szólt. Dühös volt, vérpiros. Nem szégyeli magát Magdi néni, hogy olyan könyvet ír, amit az osztályának nem helyes elolvasni? Nevettem, de azért voltak éppen nem szívből. Megígértem, írok olyan könyvet is, amit ők is kézbe vehetnek. Ez lett a Zsófika. Részint a gyerekeknek tett teljesített ígéret, részint búcsúm az iskolától, fogalmazzunk így, tanáréveim tapasztalatának sűrítése egyfajta pedagógiai végrendelet, idézet vége.
Szabó Magda elmondása szerint tehát első ifjúsági könyvének megírását a tanítványai motiválták, de alig ha nem egzisztenciális okok is szerepet játszottak abban, hogy az 50-es, 60-as évekre korlátozódott Szabó gyerek és ifjúsági írói munkássága. Szilágyi Zsófia kiemeli, hogy Szabó Magda megismételte a korábbi korszak íróira jellemző pályaépítést, Móriczhoz, Karintihoz vagy Molnár Ferenchez hasonlóan ő is a felnőtt művekre való rákészülésnek egyfajta gyakorló terepnek tekintette a gyerekirodalmat, és idézem Szilágyi Zsófiát, sőt, mintha ezekkel a regényekkel tette volna le a hűséges küt az új világ mellett, hogy aztán nagy olvasói és szakmai sikert érjen el egyszerre, és ne legyen szüksége e fajta, mégiscsak alacsonyabb presztízsű művek írására, idézet vége. Kosztrapszky Réka disszertációjában foglalkozott Szabó Magda regényeivel, és ő fel is teszi a kérdést, hogy az író témaválasztása és utalásai valóban a szocializmus mellett való kiállásáról tanúskodnak-e. A disszerens úgy gondolja, hogy idézem, ezek mögött nem politikai elköteleződést kell gyanítanunk, hanem egyfajta írói tudatosságot és elővigyázatosságot, mely lehetővé tette számára az irodalmi életbe történő visszatérést és jelenlétet, és mindig annyi utalást helyezett el a regényeiben, hogy a cenzorok ne köthessenek bele a szövegeibe. De aztán a szigor enyhülésével párhuzamosan a szocialista realizmus szellemében megkövetelt tematikai elemek és utalások egyre kevésbé meghatározók a műveiben, idézet vége. Ez az óvatosság, tudatosság, határ, keresés, feszegetés érhető akkor is tetten, hogyha az ifjúsági regényeit vizsgáljuk. Ez a meghatározás, tehát az ifjúsági regény címke is azt sugallja, hogy számos közös pontot találni ebben a négy könyvben, ezért most néhány hasonlóságukat szeretném sorra venni. A Mondják meg Zsófikának, tehát 1958-ban született, ez még a Magvető kiadónál jelent meg, 61-ben az Állarcos bál, 62-ben a Születésnap, és 1970-ben az Abigail, ebből nem tudtam első kiadást hozni, mint látjuk a Csíkos és Pöttyös könyvek között jelentek meg, az Abigail az Csíkos egyébként. Az első kötet, az első ifjúsági regény főhőse Nagy Zsófia, aki a történet kezdetén elveszíti az édesapját, és miközben annak a nyomába ered, hogy mi volt az édesapja utolsó mondata, tehát mi legyen az, amit meg kell mondani Zsófikának, bonyolult felnőtt ügyekbe keveredik. Nem csak erre, hanem a következő regényekre is jellemző egyfajta titok szerkezet, mindegyik regénynek valami rejtély, meglepetés vagy titkolózás áll a középpontjában. Például a Születésnapban a főhős Illés Bori az édesanyja helyett nyeri meg a háztisztassági versenyt, és ehhez titokban mozgósítja az erőforrásokat. Minden négy történet főhőse egy-egy kamaszlány, akik úgy emelkednek ki a kortársaik közül, hogy közben megmaradnak közepesnek. Szabó Magda így van Zsófikáról, idézem, aki ügyetlenebb volt, gátlásosabb, nehezebben boldogult ilyen nagyon szem előtt lévő iskolában, ez már látja Zsófika probléma a közepes gyerek elhelyezkedése a társadalomban, idézet vége. Lukácsné Plenka Anna pedagógiai szempontból vizsgálta a Zsófikát, a Születésnapot és az Állarcos bált, a tanár és tanítvány karakterekkel foglalkozott, és ő is azt látja a regények nagy erényeként, hogy idézem, reflektorfénybe állította a közepes gyereket. Szülők és tanárok szívesen foglalkoznak a kiválókkal és a gyengékkel, a közepesben nem látják meg a lehetőséget, pedig a Nagy Zsófiák, Illés Borék, Boros Krisztinák szunnyadó lelkének felébresztése, az ő lappangó tehetségük kimontása az igazi szülői, pedagógusi feladat, idézet vége. Ezek a közepes gyerekek nehéz körülmények között próbálják megállni a helyüket, ahogy Szekeres Nikoletta és az ő nyomán Szilágyi Zsófia is rámutat, ezek a regények a mai úgynevezett taburegények egy ilyen lehetséges előzményeikként is olvashatók annyiban, hogy olyan családi, társadalmi problémákat is szóba hoznak, mint az alkoholizmus, a csonkacsaládok, vagy a kortárs bántalmazás, kiközösítés. Gondoljunk például arra, hogy az Abigailben Vitai Georginához hetekig nem szólnak az osztálytársai, aztán persze megtörténik a nagy kibékülés. A mai tabú regények nyilván nem a Szabó Magdai hagyományt folytatják, viszont ezek a tematikus párhuzamok azért észrevehetőek. Mindegyik regénynek kiemelt helyszíne az iskola, bár a Születésnap az a téli szünetben játszódik, így a vakáció regényekkel is rokonítható Szilágyi Zsófia szerint, de itt is az iskolai kortárs kapcsolatok válnak fontossá. Schaefer Anett és Nagy Csilla amellett érvelnek, hogy az Abigail bentlakásos iskolája heterotópiaként, sőt válság heterotópiaként is olvasható, ilyen értelemben az identitás formálódásában is szerepet játszik.
A másik három esetben az iskola, mint intézmény nincs élesen lehatárolva a társadalom egyéb területeitől, viszont az Zálarcosbában és a Zsófikában a példaképpé váló tanáregyéniségeknek lesz identitásformáló szerepe. És akkor innen a regények közti hasonlóságoktól el is léphetünk a különbségeik irányába, mert nagyon-nagyon sok különbség van, nem lehet igazán egy kalap alá venni ezeket a regényeket. Az 58 utáni művekben, különösen a születésnapban és az Állarcosbában jellemző az, hogy a szocialista realizmus tematikai elemei megjelennek, és a szocialista embereszmény irányába is igen erős gesztusokat tesz a szerző. Talán ebben annak a vitának is szerepe volt, amely az őz nyomán bontakozott ki az élet és irodalom hasábjain, és melyet Kosztrapszky Réka foglalt össze. A vitát az imént is idézett Herman István írása indította el 1960-ban, és az őz, illetve az iskola a határon című regényeket a hátranézés irodalmának példaiként határozta meg. Herman úgy látta, hogy eművek szereplői provinciális alakok, akik az egykori világuk visszatérésében reménykednek, mivel ez az újfajta fejlődés minden perspektívát elzárt előlük. Úgy gondolja, hogy ezeknek a figuráknak a nosztalgiáról tanúskodó, nyugati, irodalmi irányzatok megoldásaival ábrázolt megjelenítése helytelen, és csak a szatirikus ábrázolási mód révén lehetne föléjük kerekedni, és ezt a szatirikus ábrázolásmódot kérte számon többek közt az őz karakterein is. E vitát követően, mert ehhez aztán a hátranézés vitához még többen is csatlakoztak, jelent meg ugye 1961-ben az Állarcosbál, 62-ben pedig a születésnap, és mindkét regénynek, de különösen a születésnapnak a tétje az, hogy a főszereplő képes-e a közösség tevékeny résztvevőjévé, a társadalom hasznos tagjává válni, ahogy ezt a szocialista nevelési program is megkövetelte. A Művelődésügyi Minisztérium 1963-ban adta ki az általános iskolai tanulók tervszerű nevelésének programját, ebben összefoglalták mindazt, ami addig kikristályosodott a szocialista nevelés elvei során, vagy elvei létrehozása során, és ebben azt írják, hogy a szocialista társadalom polgára minden oldalon is harmonikusan fejlett, edzett, elméletileg és gyakorlatilag képzett, művelt, politechnikai szemlélettel rendelkező, a dialektikus materialista világnézet és a szocialista erkölcs alapján gondolkodó és cselekvő, munkaszerető, jóízlésű és életvidám, tevékeny közösségi ember. Tehát az iskoláknak ilyen polgárokat kellett nevelniük ez szerint a program szerint. És Illés Bori egyébként pontosan ilyen emberré vált, egy szertelen, ábrándos, dacos kamaszlányból a családja és tágabb közössége számára vált hasznossá. És emellett pedig hadd idézzem Boros Kriszti vallomását, aki az Állarcosbá főhőse, és a regény végén így beszél a személyiségének megváltozásáról. És én is igazi gyerek leszek, ami nem azt jelenti, hogy felelőtlen vagy pláne gyáva, elhúzódós, hanem értelmes és vidám, meggondolom a tetteimet. Most már igazán kezdődhetik a bál, az én bálam. Tehát ez szinte szövegszerűen megelőlegezi a nevelési tervben foglaltakat, tehát vidám, értelmes, megfontolt, művelt gyerek válik Boros Krisztiből. Az egy külön előadás témája lehetne, hogy ez milyen gyerekképet sejtett, tehát hogy ez is érdekes, hogy mitől válik igazi gyerekké valaki ebben a regényben. Míg Boros Kriszti maga beszél a változásáról, addig a születésnap főhőse Illés Bori transformációjáról ismerős tekintetek szűrőjén keresztül kapunk hírt, és akkor itt néhány részletet idéznék. Illés Bori hangjában sem izgalom, se zavar. Egy felnőtt beszél, gondolja csodálkozva Kozma, na hát, igazán egy felnőtt. Aztán az édesapja ezt mondja, nagylányunk lett Steffi. És a mérnök, akibe Bori plátói módon szerelmes volt, azt látja. A mérnök ránéz, a kislány észreveszi tekintetét, nyugodtan, zavar nélkül állja a pillantását. Az az emeleti lány hazudott, gondolja a mérnök. Ez egy értelmes, komoly nagylány szeme. Ugyan már sose volt ez én belém szerelmes, hál' Istennek. Mind a kettő regényben közös egyébként, hogy nem csak a külvilág tekintete, hanem elsősorban az apai tekintet az, ami regisztrálja ezeket a változásokat, sőt, talán az sem túlzás, hogy az apai tekintet az, ami felnőtté avatja a lányokat, és akkor itt két
idézetet olvasnék fel a születésnapból, az egyiket. Illés Bori átöltözik, felnőttes ruhába öltözik, és hogy kilép a konyhába, és szembe kerül apával. Apa mégis a régi Boriskát látja, azt a hajdanit, pedig annak sose volt ilyen kék ruhája, tűsarkú cipő se volt a lábán, és sose hordta szőke haját ilyen gyönyörű egyetlen fonatban. De azért ő az, akármilyen ruha is van rajta, akárhogy is fésülködik, édes nyugalma, szerint szeretete, a biztonság. És az állarcos bában szintén az édesapa veszi észre a változást. Krisztina röpül az apja felé. Úgy nézik egymást, mintha ma látnák először. Apám, mondja Krisztina, rettentően örülök, hogy eljöttél. Ez nem az ő lánya. Az ő lánya csendesebb, halkabb, és sosem mondaná neki azt, hogy apám. Mintha megnőtt volna. Magasabb is a szokott önmagánál. Persze, ez a tűsarkú cipő. Tehát látjuk, hogy az apák számára a megváltozott viselkedés mellett a megváltozott öltözködés is feltűnővé válik. Sok helyen lehet olvasni divat, öltözködés és identitás összefüggéseiről. Itt most Malcolm Bernard Fashion as Communication című kötetére utalnék, amelyben a szerző arra mutat rá, hogy nem csak az egyéni, hanem a csoportidentitás kialakításában is komoly szerepet játszhat az öltözködés, és a csoport sajátos értékeit a viselettel is lehet közvetíteni. Ezek a lányok, Kriszti a jelmezben, Illés Bori a felnőttes ruhában is, kiemelném, hogy mind a kettőjükön tűsarkú van, tehát ők felnőttes ruhákba öltöztek, és ezt már autentikusan is tudják viselni, az új érettebb személyiségükhöz illő ruhákat. Igaz, arra is külön ki lehetne térni, hogy az állarcos bál főhőse számára ez egy jelmez, a születésnap hőse pedig egy olyan ruhát visel, amit korábban maga választott. A katarzis, a boldog befejezés mindkét esetben csak akkor valósulhat meg, amikor a lányokban már megszilárdult a változás. Illés Bori számára a korábban elképzelt szerelem manifesztálódik, Boros Krisztit pedig csak akkor fogadja nevelt lányává kedvenc tanárnője, amikor már Éva néni meggyőződött arról, hogy a lány tényleg megváltozott és érettebbé vált. Mindkét regénynek a vége, tehát egyfajta happy end a lányregények műfajának is megfelelően. Öltözet és identitás összefüggései egyébként az Abigailben is jelen vannak. Itt ugye Vitai Georgina a matulába lépve le kell, hogy vegye a divatos pesti ruháit, és a matulás egyenruhába kell öltöznie, amely mintegy meg is szünteti a lányok közt lévő társadalmi különbségeket. De Gina a regény végén egy újabb átöltözésre kényszerül, hogy észrevétlenül szökhessen ki a matulából, a Zsuzsanna testvér Diakonissa egyenruháját kell felvennie. És akkor most itt az idő szűke miatt csak röviden idézném az átöltözésnek a pillanatát. Tehát nagy nehezen megtalálja Zsuzsanna ruhát, de a ruha hosszú volt neki, bő is. Zsuzsanna szobájában nem volt tükör, nem tudta megnézni, hogy mutat benne. Itt tehát valami más látunk, mint az előző regényekben, míg az előző két lány autentikusan tudta viselni a felnőtt öltözetet, addig Ginára ez a ruha bő, nem tud benne rendesen járni, mozogni, később azt is látjuk, hogy minduntalan megbotlik benne, a főkötőt el is hagyja, tehát azt látjuk, hogy Gina élete ezzel az átöltözéssel, a szökéssel ugyan fenekestül felfordul, de mégsem válik felnőtté. Hormici, akinél bujkál, mondja is neki, hogy ő igazából ugyanolyan kislány maradt, mint volt korábban. Gina személyisége tehát nem változik akkorát, mint Boros Kriszti, Illés Boré, vagy akár Nagy Zsófi is. Ugyan a matula rendjébe betagozódott, de gyermeki naivitását, ártatlanságát úgy vélem, hogy nem vesztette el. Ahogy arra Soltész Márton is felhívta a figyelmet, sokan az Abigail végébe is happy endet olvastak bele, de Soltészszel egyetértve én úgy gondolom, hogy itt nincs szó happy endről, hiszen a narrátor időnként előre tekint, kitekint a cselekményből, a jövőről beszél, és elmondja, hogy a matulás lányok és diákok közül kik fognak elpusztulni a háborúban. A matulás... Az utolsó nagy jelenet, amit a matulában látunk, egy ilyen vidám, önfeledt, de azért feszült hangulatú játék, és ezt a játékot a halál, a háború képzete szakítja meg. És nem csoda, hogy egy tizenéves kamaszlány nem tudja ezt a súlyt elviselni, nagy rá ez a kabát. Az, hogy itt nem megy végbe olyan radikális személyiségfejlődés, mint a korábbiakban, azt is jelzi, hogy az Abigailben a szocialista realizmus szellemében megkövetelt tematikai elemek és utalások kevésbé meghatározóak, tehát az Abigailben már nem annyira ez a szocialista nevelődési eszmény
tehát erre nem az nyomta rá a bélyegét, és akkor nagyon zárójelben csak azt is meg kell említeni, hogy nyilván nem csak ez az embereszményt kell itt figyelembe venni, hanem azt a kávinista munkamorált, protestáns erkölcsiséget, ami ugye Szabó Magdának a sajátja volt, ezek is rányomták a bélyegüket a regényekre. Hát befejezésként gyerekkép, apai tekintetek, öltözködés és identitás, tanár-tanítvány kapcsolatok, rejtélyek, titkok, jelmezek, ezek lehetnének a Szabó Magda ifjúsági regényeinek újraolvasásának lehetséges kulcsfogalmai. Lehet, hogy Szabó Magda bizonyos értelemben igazodó vagy konformista szerző volt, de érdemes árnyalni ezt a meglátást, és ehhez az ifjúsági regényeinek alaposabb olvasása, szorosabb olvasása támpontul is szolgálhat. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen ezt a remek előadást, amely egyébként másodpercre 20 perc volt, úgyhogy ezért is... Úgyhogy most már lehet csúszni. Hát most pedig a leghosszabb című előadás következik, én úgy látom. Jenei Zoltán lesz az előadó, és a cím pedig Átdolgozott mohikánok, a Móra kiadó adaptáció stratégiája a 60-as, 70-es, 80-as években Cooper regényének tükrében. Köszönöm szépen, igen, ez a tükör, ez egy ilyen fókuszáló tükör lesz, most így visszahallottam ezt a címet, kicsit fellengzősnek tűnik, de majd az írott változatban talán. Tényleg a 60-as, 70-es, 80-as éveket végig szágoldom. Alapvetően az váltotta ki ezt a kutatást nálam, hogy 2019-ben megjelent a Park kiadónál egy nagyon szép kiadásban a James Fenimore Cooper az utolsó Mohikán című könyvének egy fordítása, a G. Horváth László munkája, aminek az egész megjelenése és a megjelenést követő marketing kampány arra hegyezte ki magát, hogy hát volt korábban is fordítása ennek a regénynek, de az átdolgozás volt, így úgy csúnya ez az amaz. Sőt, amikor megjelentek beszámolók erről az új fordításról, akkor például a Népszavában Balogh Ernő azt a címet adta a könyv ismertetőjének, hogy kegyes megtévesztés áldozatai voltunk, mint hogyha ez az egész... Főleg ugye a 70-es, 80-as években már leginkább a Móra kiadó által fémjelzett változat, ami a legnépszerűbb talán mai napig is, majd erről mindjárt beszélek, ez a féle csalás, ámítás lett volna. Tehát a címet, ez az Átdolgozott mohikánok, ezt az adta ugye, hogy a Móra kiadás, most a 73-as kiadás van nálam, ez se nem az első, se nem az utolsó, egy a sok közül. Nak az elején olvasható, hogy a címlap verzón, hogy fordította és az ifjúság számára átdolgozta, az utolsót írta Réz Ádám. Ez a szentencia, hogy fordította és az ifjúság számára átdolgozta, ez gyakorlatilag így beégett nagyon sok embernek az agyába, és szintén összekapcsolódott egy ilyen furcsa pszichológiai mechanizmuson keresztül, mivel ugye az ifjúság számára dolgozták át, ezért a 70-es, 80-as években a Móra kiadóval. Na most ez az átdolgozás, mint műfaj, ez természetesen nem a Móra találmánya, még csak nem is a szocializmusé, habár Szörényi Lászlónak 1989-ben a 2000 című folyóiratban megjelent egy tanulmánya, esszéje, aminek az volt a címe, hogy Delfinológia. Ennek semmi köze nincsen a tengeri emlősökhöz, hanem leginkább a francia uralkodók örökösséről, a trónörökösről, franciául Dauphin, magyarra fordíthatjuk úgy is, hogy Delfin, bár jobb a trónörökös fordítás szerintem, de lényeg az, hogy ez a delfinológia, ez azt jelenteni, hogy azt követi egy adott átdolgozás, amit annak idején a
az Ancien Régime idején a francia királyok utódainak, egész pontosan a 17. század végén, 18. század elején egy Fénelon nevezetű francia szerző, aki több klasszikus művet átdolgozott a trónörökös számára, aki akkor még gyerek volt, és nem akarták, hogy az a sok csúnya, erkölcstelen dolog, ami ezekben az antik művekben szerepel, az ő ártatlan fülét bántsa, ezért átdolgozták neki ezeket a szövegeket. Tehát innen jön ez a delfinológia, vagyis az ifjúság számára átdolgozás, aminek Szörényi megfogalmazásában, főleg erkölcsi, és aztán mivel ő 1945 és 89 közötti delfinesítéseket vizsgál, erősen politikai indítéka is van. Tehát a Szörényi féle delfinológia egy erkölcsi és egy politikailag megszabott átírási mód, amiben óvjuk a gyerekeket attól, hogy erkölcstelen vagy számukra, ugye ez a 18 pluszos tartalmakat kaphassanak, illetve politikailag is jól nevel gyerekek legyenek belőlük. Igen ám, de... Ja, és bocsánat, még Szörényi azért főleg magyar műveknek az átdolgozásait vizsgálja, tehát kevésbé foglalkozik a fordításokkal. Szóval azt gondolhatnánk a delfinológiai alapeszményei alapján, hogy ez egy ilyen szocialista, kommunista huncutság, holott ez az átdolgozás, ez egy régi műfaj a magyar könyvkiadás történetében is. Csak néhány címet mondanék ilyen ifjúság számára átdolgozott könyvekből. Például, nem tudom, hogy hallottak-e már Tuskó Matyiról. Ő nem más, mint Pinocchio, egy 1907-es magyar kiadásban ez volt a figurának a neve. Ezt egyébként, tehát a Kolódi Pinocchiójának magyar kiadása volt. A Lampel kiadónál érdekesség, hogy az a Radó Antal készítette az átdolgozást, aki egyébként az első magyar idegen szavak szótárát is szerkesztette, illetve a nevéhez fűződik két óriási költészeti antológia, a magyar költészet és a világköltészet antológiája, tehát nem feltétlenül a szocialista gyermeknyomorításnak a úttörője. Aztán 1918-ból megjelenik az egy Komisz Kölök naplója, ami azóta is rengeteg kiadást ért meg. Az első kiadásnál az szerepel, hogy fordította Karinti Frigyes. De hogy kitől, az nincs odaírva. Olyannyira nincs odaírva, hogy egészen 1966-ig kellett várni, hogy kiderüljön, hogy a magyar közönség számára legalábbis, hogy egy bizonyos Metta Viktória Viktor nevű hölgy írta ezt a könyvet, és ez a 66-os kutatás után 1981-ben a Móra kiadónál jelent meg először az eredeti szerző feltüntetésével, és itt már az a kitétel szerepel Karinti nevénél, hogy fordította és a magyar gyerekek számára átdolgozta. Nem az ifjúság számára, hanem a gyerekek számára. Aztán 1928-ban megjelenik például Tamás bátya kunyhója, ami számomra egy meglepő időzítés. Tolnai kiadónál, 1931-ben Dante kiadónál, a Münchhausen kalandjai szintén ezzel a kitétellel, hogy az ifjúság számára átdolgozta. Ennek különlegessége, hogy Bortnyik Sándor festőművész illusztrálta, és akkor talán még egy nagyon különleges ebből a sorból, 1943-ban a Don Quixote-t az ifjúság számára átdolgozta Radnóti Miklós. Ezek a szövegek, hogyha végignézzük a listát, akkor részben felteszem, Karinti átdolgozásában szerepel az a motiváció is, hogy Karinti azért, amit megfogott, azt jól átdolgozta, de ugyanakkor a szövegek jelentős részénél
arról van szó, hogy ezek nagyon régi szövegek, amiknek a nyelvezete, a gondolkodásmódja és a művek felépítése már olyannyira elüt a 20. századi olvasási szokásoktól, hogy szükséges különösen a gyerekekétől, hogy szükséges az átdolgozásuk. Tehát, amikor beköszönt Magyarországon a kiépülő szocializmus, addigra már javában egy kőkemény átdolgozási kultúra jelen van a magyar könyvkiadásban. Na nézzük akkor ezeket a mohikánokat. Ja, és még az előbb nagyon nagy szeretettel hallottam itt a Révész Emesének az előadásában a Ludas Matyi, ugye I. és Gyula átdolgozásában, ami hát szintén ott is inkább ugye arról van szó, hogy a fazekas már nehezen olvasható, ezért az I. és csinált belőle egy szép mesét. Na nézzük akkor a mohikánokat. Ez a mű eredetileg 1831-ben született, és saját magát egyfajta történelmi regényként definiálja, mert hogy mint a 2019-es kiadásnak az alcímében is, ami egyébként az eredeti alcímnek a pontos megjelenítése, Elbeszélés 1757-ből. Tehát ez egy 74 évvel korábban zajlott eseményt mesél el, és olyannyira történelmi regényként állítja be magát, hogy erősen lábjegyzetelt kiadás, vagyis a szerző mindig megjegyzi, hogy ez az esemény itt és itt így történt, tehát hivatkozik valós eseményekre, egész apró epizódokig. Ami az érdekes, tehát hogy az 1831-es megjelenés után 1846-ban egy bizonyos Gondol Dániel, aki egyébként a Twist Olivernek is az egyik első fordítója, Shakespeare Romeo és Júliáját is fordította, ő készíti el az első magyar fordítást, aminek kapásból szűk néhány éven belül több kiadása is van, tehát ha belegondolunk, hogy Petőfi is olvashatta a Vác felé vonaton az utolsó mohikánt, azért ez egy érdekes eszmetársítás. Ez a fordítás egy 430 oldalas könyv volt, ami körülbelül megegyezik ezzel. Tehát terjedelmében megtartotta az eredeti könyvet. Nagyon érdekes, hogy milyen formában jelent meg annak idején. Először az Új külföldi regénytárban, de aztán később a kiegyezés utáni időszakban 72-től szinte évente, két évente jelenik meg újra a Magyar Nemzet Jutányos Családi Könyvtárában. Tehát ez egy végtelenül népszerű könyv már a 19. században, olyannyira, hogy más is elkészíti a fordítását. Például egy bizonyos Csapó Mária, akit talán jobban ismerünk úgy is, és az OSK is jobban szereti így mondani, hogy Vahot Sándorné, aki egyrészt több ifjúsági könyvet is írt, másrészt meg több fordítása is készült. Az ő fordítása is átdolgozásmentes elvileg, tehát fordításnak tekinthető, és ami érdekes, hogy az is nagyon sok kiadást megért még a 19. században, de aztán történt egy érdekes dolog 73-ban, az ifjúság számára átdolgozták Eötvös József utasításai szerint. Ami egy érdekes dolog, hogy egy ilyen kultúrpolitikai utasítás szerint dolgozta. Hát Gál Mózes egyébként, akinek például a Szokásmondások című ilyen kultúrtörténeti szótárszerűsége ismert, tehát ott is egy tudós emberről van szó. Vagyis már a 19. században két fordítás verseng egymással, és a 20. századra már, tehát a 19. század végére már megszületik az első átdolgozás.
Na és akkor itt az 1800-as évek végén elszabadul a pokol. A fordítások után megjelennek az átdolgozások. 1894-ben a Pozsonyi Stampfel kiadónál egy Fésűs György fordítás 144 oldalban jelenik meg. Ez garantáltan nem egy teljes szöveg, hogyha terjedelméből indulunk ki. Ugyanígy az 1900-as évek elején, pontos évszám nincs feltüntetve az első kiadáson, de még 1910 előtti a Lampel kiadónál Mikes Lajos az ifjúság számára átdolgozta, már szerepel ez a kitétel a kiadásban. Ez is több kiadást ért meg, hol 212 oldalas, hol pedig 142 oldalas, ami azt jelenti, hogy így az évek során olvadt a terjedelme a Mikesféle fordításnak. 1913 Zinger Wolfner a magyar ifjúság számára átdolgozta Garádi Viktor 122 oldalon. 1924 Méner Vilmos kiadásában a fordító és átdolgozó neve feltüntetése nélkül az utolsó Mohikán indiános történet 32 oldalon. Ez abba irányzatba illeszthető bele, amikor, mint ahogy a 90-es években voltak, ugye ezek a Júlia füzetek, meg ezek a ilyen regény füzetek, amik nagyon olcsón beszerezhetőek voltak, és nagyon népszerűek. Még a Tamási Áron Ábel a rengetegében is szó esik ezekről a kis vadnyugati füzetekről, azokat szereti olvasni Ábel titokban ott a kis hegyi kunyhóban. Aztán 1933-ban Győző Andor kiadójánál megjelenik egy újabb átdolgozás, Honti Rezső munkája. Ott is az ifjúság számára átdolgozta, a kitétel szerepel a könyvben, ez 128 oldal, vagyis eléggé szoros összefoglalás. És ő is, mint egyébként a korábbi fordítók, az egész sorozatot, ugye azt tudjuk, hogy ez öt könyvből álló sorozat, a Nagy Indián Könyv néven a legismertebb, és itt jelenik meg először ez az elnevezés, egész pontosan a Nagy Indiánus Könyv, az összes bőrharisnya történetek alcímmel. Ami azért érdekes, mert az eredeti megjelenésekben is, tehát az amerikai megjelenésekben is, hiába ismerjük leginkább Sólyomszemnek vagy Nyomkeresőnek ezt a figurát, aki ugye minden egyes epizódban ott van. Az eredeti kiadásban is bőrharisnya történetekként jelent meg. Na és akkor ennek a Honti Rezső féle változatnak olyan nagy sikere van, hogy a rendszerváltás utáni első kiadások egyike is az ő átdolgozásából való, ez az Alexandra kiadónak a kiadása. Aztán, tehát ugye itt ennek az első kiadása 1933, tehát még mindig a háború előtt vagyunk. Aztán 1940-ben a Dante kiadónál Szirmai Józsefné átdolgozásában jelenik meg mind az öt könyv. Az összefoglaló címe Részbőrűek. Cooper összes indián történetei. Ebben a sorozatban az utolsó Mohikán az 99 oldal. És akkor a háború után 1954-ben az Ateneumnál egy Radványi Zoltán átdolgozás 8 oldal. Hát ez egy egész kis füzetecske. És akkor kanyarodjunk rá a Célegyenesre, 1956, ifjúsági kiadó, fordította és az ifjúság számára átdolgozta Réz Ádám. Ez az első kiadása, tehát annak a legnagyobb sikert arató kiadásnak, aminek ez a példánya itt egy 1973-as kiadás. És míg a legismertebb illusztráció ennek a sorozatnak ez a Würz Ádám féle metszett illusztráció, addig az első kiadások azok nem ebből a
Würzféle, próbálok keresni egy oldalt, ahol van egy héptárc, nem tudom mennyire látszik, de tehát ezek a részkart illusztrációk, ezek a legismertebbek, de ne, az első kiadásban még nem ez volt, hanem egy Gerhard Gossmann nevű illusztrátor munkái, sőt az 1962-es már Móra kiadó által kiadott könyv sem a Würz Ádám-féle illusztrációkat tartalmazza, hanem Győri Miklósért. Az első Würz Ádám-féle illusztrációk pont 1973-ban jelennek meg. Szinte nem telt el év úgy, hogy valamelyik vagy külön kötetet, vagy az egészet kínálták volna, szinte az egész 20. században, és a 50-es évektől ugye az ifjúsági kiadó, illetve a Móra. De ami érdekes, hogy ez a változat, ez kisugárzott így a magyar nyelvterületekre is, mert 1959-ben a Fórum kiadó is ugyanezt a átdolgozást jelenteti meg, egy helyi illusztrátor illusztrációival, és 1976-ban a Dacia nevű román kiadó is ugyanezt a Réz Ádám szöveget veszi át. És akkor rögtön a rendszerváltás után pedig egy nagyon érdekes jelenséggel találkozunk. 93-ban a Pesti Szalon egy franciából fordított változatot ad ki, Majtényi Zoltán fordítását, 223 oldal. És ezt veszi át érdekes módon a Könyvmoly képző majd 2008 után többször. Illetve van egy másik ilyen vadhajtás, ez a debreceni Főnix kiadó, ahol egy Réz András fordítás és átdolgozás felhasználásával készült fordítás jelenik meg. Úgyhogy ehhez képest valóban mondhatjuk azt, hogy mivel a 50-es évektől kezdve szinte csak az átdolgozott kiadás az, ami újra megjelenik, valóban a 2019-es Park kiadós változat egy egészen forradalmi visszatérést jelent az eredeti szöveghez. 1963-ban diafilm készül, 1967-ben pedig Kárpáti Gyula a Bartók Színházban egy Kalandos színjáték két részben című utolsó mohikánt is, alcímű utolsó mohikánt is színre visz. Na most, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ez a legnépszerűbb átdolgozás mennyiben átdolgozás, hoznék néhány példát a különbségekből, hogy ezt a két kötetet összehasonlítva, mik azok az alapvető eltérések, amik megkülönböztetik a fordítást az átdolgozástól. Hát a legszembetűnőbb dolog, hogyha végiglapozzuk a könyvet, akkor azt láthatjuk, hogy az eredeti szövegben máshol vannak a fejezethatárok. A Réz Ádám-féle változatban a fejezetek azok sokkal nagyobb léptékűek, több esemény van egy fejezetben, mint az eredetiben. És ez az átdolgozás, és ez még összefügghet egy másik aspektussal is, hozzájárult ahhoz, hogy eltűntek az eredeti kiadásnak a fejezet elejé mottói. Minden fejezet egy idézettel kezdődött. Ezek az idézetek egyébként mind klasszikus művekből, vagy versekből, vagy színdarabokból származtak. Egyik oka, tehát ezek eltűnésének az lehet, hogy megváltozott a fejezetstruktúra, a másik pedig az, hogy ezek olyan referenciák voltak, amik valószínűleg az 50-es évek ifjúságának nem álltak rendelkezésre, legalábbis nem tudták kívülről a teljes Shakespeare-t és Burns költészetét például. Hiányoznak az átdolgozásból értelemszerűen a lábjegyzetek. Az 1831-es kiadás az Cooper saját jegyzeteivel jelent meg, és ezeket a jegyzeteket a Parkféle kiadás az közli.
ugyanígy az egyéb paratextusokat is, mint előszó, utószó, szintén kihagy a Réz Ádám féle változat, amik szintén Cooper, illetve az eredeti kiadónak a munkái. Tehát ezek olyan strukturális különbségek, amik eleve megkönnyítik az olvasást, és amik a terjedelmet is csökkentik. Ami nagy különbség a két változat között, az a kulturális referenciákhoz való viszonyulás. Ha azt nézzük, hogy a Szörényi féle politikai megfontolás, ugye a delfinesítés folyamatában azt eredményezné, hogy az úgynevezett szocialista világnézet érvényesül valamilyen szempontból a szövegben, ez nem igazán tapasztalható, annyiban jelenik meg, hogy bibliai idézetek például az eredetiben, tehát a hű fordításban egy az egyben szerepelnek, míg a Réz Ádám féle fordítás átdolgozás azt mondja csak, hogy bibliai szavak. Tehát nem idézi az eredeti részt, de ez is lehet, hogy csak egy terjedelmi megfontolás, mert például szerepel benne két teljes zsoltár, Szent Simonnár Albert fordításában, mert az átdolgozásban is, és a fordításban is. Érte még egy másik vád is ezeket az átdolgozásokat, hogy hiányzik az átdolgozásból a például ez az előbb idézett Népszava cikk állítja, hogy kihagyják az átdolgozás folyamán a Coopernek ezt a panteista világlátását, hogy Isten ott van minden bokorban, hát egyáltalán nem maradt ki, szó szerint ott van Réz Ádámnál is. Annyi van csak, hogy az eredetiben a teremtő szó szerepel, az átdolgozásban pedig egy magasabb erő, ennyi a különbség. A klasszikus műveltségre utaló részek is hiányoznak az átírásban, erre egy nagyon érdekes példa. Amíg a G. Horváth László féle fordításban az szerepel, hogy Apolló tanítványával van dolgunk, ez az idegen mulattat engem, és az édes hangok egyezésével foglalkozik, borombaság lenne elutasítanunk. Itt egyrészt, hogy ott van Apolló, másrészt az édes hangok egyezése, ez a fordító G. Horváth László szerint a Velencei Kalmárból vett idézet, amihez ráadásul ő Vas István fordítását használja fel. Én nem vagyok biztos benne, hogy ez így van, mert van egy Platón szöveghely, ami sokkal jobban illeszkedik ide. Lényeg az, hogy egy idézet szerepel az eredeti szövegben. Ez Réz Ádámnál úgy néz ki, Apolló tanítványával van dolgunk a G. Horváth Lászlónál. Egy énekmesterrel állunk szemben, mondja Réz Ádám, és az édes hangok egyezése, ugye, ami az idézet a G. Horváth László fordításban. Nagyon mulatságosnak tartom ezt az idegent, ráadásul énekelni is tud. Hadd jöjjön hát velünk. Aztán hiányoznak az átdolgozásból, ez viszont szisztematikus, azok a nyelvi referenciák, amik az angol nyelvnek a játékaira, áthallásaira vonatkoznak. Ilyen például egy rész, ami teljesen kimarad az átdolgozásból, amikor így bemutatkoznak egymásnak a szereplők, és akkor a sólyom szem elkezd filozofálni azon, hogy a név az vajon engede következtetni a névviselőjének jellemére, és akkor felidézi, hogy neki volt egy Lion nevű ismerőse, de egyáltalán nem hasonlított egy oroszlánra, meg volt egy Patience nevű hölgy, aki meg egyáltalán nem volt türelmetlen. Hát ezt mondjuk megértem, hogy nehéz lefordítani. Réz Ádám teljes mértékben kihagyja. G. Horváth László pedig úgy teszi bele a szövegbe, mintha mindenki tudna angolul. A kedvenc ilyen nyelvi referenciámnak a kihagyása pedig az amerikai angol hadsereg, ugye itt még abban az időben vagyunk, amikor Amerika angol gyarmat, és az ottani hadtestek számozás szerint különböztetik magukat egymástól, és a
történetünkben szereplő hat test, az a 60-as számot viseli, és a G. Horváth László fordításban egy kitörésnél, amikor az erődből kitörnek, akkor azt kiáltja a hadvezér, hogy felkészülni vitéz 60-asaim. Ez G. Horváth Lászlónál bent van a szövegben. Réz Ádámnál ez így hangzik, puskát válhoz angol fiúk. Ezt még értjük akkor is. Érdekes egyébként, hogy abban a 1932-es kis füzetecskében, amit az előbb említettem, ott például valamilyen oknál fogva, ahol ott egész fejezeteket foglalnak össze fél mondatban, ez a 60-asok ott van, ez a párbeszéd, hogy puskát válhoz, vagy felkészülni 60-asok. És még egy nyelvi különbség van, a Réz Ádám valamiért tegezésnek fordítja a megszólításokat, míg a G. Horváth László magázásnak. Szerintem az a helyesebb. Akkor nézzük azt, hogy ez az erkölcsi vonal, ez hogyan valósul meg az átdolgozásban. Tény és való, hogy a Réz Ádám féle változat az politikailag korrektebb. Tehát egy modernebb szemléletet tükröz, míg az eredetiben és az eredetihez ugye sokkal hívebb G. Horváth László fordításban, ahol azon, hogy vadak, ott a Réz Ádámnál indiánok vannak. Aztán van egy rész, hogy a vadember villogó szempárja. Réz Ádámnál ez csak villogó szempár. Tehát ez a vadember, ez szisztematikusan kikerül a szövegből. Aztán vannak benne ilyen megfogalmazásbeli tompítások. G. Horváth Lászlónál kis híján csupasz teste, egybeolvadó fehér és fekete színekkel a halál rettenetes jelképévé volt pingálva. Réz Ádámnál csak nem mesztelen testén fehér és fekete harci díszek látszottak. Halál jelkép sehol. Aztán a legborzasztóbb jelenete az egész történetnek, ez amikor a vesztes ostrom után a védők elvonulást kapnak a francia hadvezértől, és azt ígéri nekik, hogy érintetlenül távozhatnak. Ehhez képest az elvonuló fegyvertelen sereget és a hozzájuk tartozó családjaikat az indiánok megtámadják és lemészárolják, és ennek az indító jelenete egy kegyetlen epizód, ahol egy indián kiragad egy csecsemőt egy anya karjából, és aztán olvasom, hogy mi történik. G. Horváth Lászlónál hozzácsapta a csecsemő fejét egy sziklához, és a rángó kis tetemet az asszony lába elé dobta. Réz Ádámnál ugyanez, hozzácsapta a gyereket egy sziklához, majd odadobta az anyja lába elé. Hiányzik a plaszticitás az egészből, és ezért egy kicsit ilyen enyhébbnek tűnik, bár nem emeli ki ezt a jelenetet, nyugodtan kivághatná, mert ezer más dolog történik még ott, ami indokolja a dolgoknak az eldurulását, de valamiért benne hagyták ezt a jelenetet. És akkor még néhány kis részlet, amik inkább megmosolyogtatók. A földrajz is kimarad a nagyon sok helyen. Nagyon sok helyen nem, de nagyon sok helyen kimarad. Azt mondja G. Horváth Lászlónál, nemrég balszerencséjükre emlékezve azonban tisztek és közlegények egyaránt arra hajlottak, hogy inkább sáncaik mögött várják be félelmetes ellenségük közelettét. És ne menjenek elébe, hogy feltartóztassák, és csapást mérjenek rá, mint a franciák tették Fort Duquesne-nél. Most ez a Fort Duquesne, ez úgy van leírva, hogy Fort Duquesne, és biztos, hogy nagyon nagy nehézséget okozna a kiolvasása. Ezért aztán Réz Ádámnál, aki egyébként arra is figyel, illetve a kiadó arra is figyel, hogy a végén legyen egy ilyen szószedet, ahol az idegen szavaknak a kiejtését elmondja. Ez nem szerepel benne, hanem
Így hangzik a szöveg. A nemrégi vereség következtében beállott csüggedés azonban arra késztette az angolokat, tiszteket és katonákat egyaránt, hogy inkább az erődítmények falai mögött várják be az ellenséget, s ne vonuljanak elébe. A franciák Dükennél történt esete kimarad. És itt a kedvencem, hogy vannak olyan esetek, amikor nem elvesz Réz Ádám, hanem hozzátesz, hiszen meg kell magyarázni valamit, amit esetleg nem tudnak azok az ifjak. G. Horváth László, aki egyébként szintén hozzátesz egy kis dolgot, majd mindjárt mondom, hogy mit. Valaki mesél. Mert mindkét kikötőben megfordultam már, abban is, amely a Connecticuti Temze torkolatánál terül el, és a jó öreg Anglia fővárosának nevére hallgat, meg abban is, amelyet Havennek hívnak, csak éppen eléje ragasztják a New szót. Itt, ami kis csalás van a G. Horváth Lászlónál, ez a Connecticuti, ez a szó nem szerepel az eredetiben, mert azok az amerikaiak, akik akkor ott olvasták a könyvet, tudták, hogy az ő temzéjükről van szó, mert hogy van egy temze Amerikában is. És ugye ez a jó öreg Anglia fővárosának nevére hallgat, ez a New London nevű település. Na, hogy néz ki ugyanez a rész Réz Ádámnál? Mert jártam már messze a tengerparton a nagy kikötőkben, amelyek régi angol városok nevét viselik, azzal a különbséggel, hogy elébük van biggyeztve az új szócska. Hiszen tudjátok, mi itt Amerikában sok európai helység nevet átvettünk, és újnak kereszteltünk el. Mi egyéb New York, hanem új York. Az érdekesség az, hogy ő, mint amerikai, ezt amerikaiakkal beszélgetve mondja. Tehát így elbeszélgetnek, hogy mi itt együtt Amerikában így csináljuk a helységneveket. Szóval összefoglalva röviden ezeket az előbb felsorolt dolgokat, mit mondhatunk el a Móra kiadónál erről az átdolgozási kultúráról? Hát nem a Móra kezdte, ez egyértelmű, tehát nem akkor jelent meg az írta, vagy fordította és átdolgozta kitétel, amikor a Móra kiadó elkezdett fordításokat közölni. Enyhén valóban tompít és ifjúság számára fogyaszthatóbbá tesz, de nem radikálisan, nem gyomlál ki minden olyan elemet a szövegből, ami durvaság, erőszak vagy felnőtt tartalomra hasonlító elem. És ami a legérdekesebb, ugye ezekről a bibliai vagy zsoltár részletekre gondolva, még csak ezt a politikai tisztogatást sem végzi el a szövegben, mint amit egyébként a Szörényi féle tanulmány nagyon sok magyar átdolgozásnál megtalál. Viszont nagyon sok mindentől megfosztja az eredeti szöveget, ami nem feltétlenül elengedhetetlen sem a megértéshez, sem a szöveg élvezetéhez. Ezáltal egész egyszerűen fogyaszthatóbbá teszi a könyveket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a delfinesítés, amivel ugye ráadásul ez a kegyes megtévesztés, amivel vádolták a Móra kiadónak ezen kiadványait, ez nem egészen áll fenn, és tulajdonképpen egészen elfogadható mértékű. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Hogyan él az életed? Young Adult and New Adult irodalom az 1960-as években, de lehet, hogy megváltozott a címe, majd kiderül. De hoztam magam egy-két képet, hogy ne csak engem kelljen nézni. Addig. És Szekeres Nikoletta az előadó. Addig el is kezdem, és mert hogy szerintem már nagyon végén vagyunk, és nagyon köszönöm azoknak, akik itt maradtak. Tulajdonképpen én előbb lettem volna, de rájöttem, hogy boldogan vállalom ezt az utolsó szerepet, mindenki csendben szundikálhat. Köszönöm, melyik ez? Ez? Köszönöm. És legalább másfél órán keresztül itt fogunk most ülni. Na jó, nem.
Hogyan éld az életed, ugye ezt a címet adtam, és mi is szült előadásom témáját, nyilvánvalóan a definiálás kényszer, vagy a kényszer szült a definiálás, mert egy ideje azon kapom magam, és sokunkat itt a gyerekirodalommal foglalkozók közül, hogy bár még mindig ugyanolyan izgalmasnak tartom például a Young Adult, vagy ifjúsági regény, narratíva, disztópia, milyenek a hibrid műfajok és ehhez hasonló kérdéseket, egyre világosabbá vált számomra, hogy amíg magához a rendelkezésre álló szövegkorpuszhoz nem tudok kapcsolódni, addig nehéz lesz bármi nemű definiálást is valamilyen módon végrehajtani. És amikor a mesebeszéd kötetet raktuk össze, még jó régen Herman Zoltánnal, Hansági Ágnessel és Mészáros Mártonnal, akkor én mindenkinek volt ugye egy ilyen kis szekciója, pár emberrel dolgoztunk, és én Gáspár Zinger Annát kértem föl arra, hosszú beszélgetések után, hogy írjon egy olyan írást a tanulmánykötetben, amely a tabu könyvekkel, a probléma könyvekkel foglalkozik a régmúltból. Ő azt a címet adta, hogy Címkék a borítón, tabu témák a kortárs magyar gyerek és ifjúsági könyvekben. És ebből hoznék először egy idézetet, hogy megalapozzam a hangulatot, bár azt gondolom, hogy jó sok előadás szerencsére, mert a történeti kontextus is eléggé helyre rakta. A témakönyvek tömeges piaci jelenléte ma még kevésbé jellemző hazánkban. Ez nem csak a nyugaton bevett szcéna évtizedek óta meggyökeresedett gyakorlatában, vagy az ízlésbeli különbségében keresendő, sokkal inkább a rendszerváltás időszakában Magyarországon végbe ment jelentős gazdasági könyvpiaci átrendeződésre vezethető vissza, amely a gyerekkönyvek terén egyfelől rég nem látott dömpinget eredményezett, másfelől viszont elsorvasztotta a 60-as, 70-es évek probléma regényeivel megkezdett folyamatot, amely az eltelt évtizedek alatt a jelenleginél vélhetően adekváltabb módon járulhatott volna hozzá, a gyerek és ifjúsági könyvek kevésbé explicit, érzékenyítő arculatának kialakításához. Ezt követően 90-től 2000-ig tartó évtized csupán arra volt elegendő, hogy a kényszerpályára állított ifjúsági regénykiadás lassanként újrainduljon, illetőleg megkezdődjön azoknak az új tematikáknak a kiépítése, amelyeknek kapcsán a szerzők a hétköznapján fontos problémákra is reflektáltak. A társadalmi tabu témáknak a 60-as, 70-es években indult korai, a kultúrpolitika diktálta morális üzenetet magukba olvasztó feldolgozásai, az említett időszakban persze nem teremtettek valódi trendet. A változás azonban mindenképpen érzékelhető volt. Itt Anna jó sok könyvet felsorolt, nem csak a Móra kiadó könyveit, nyilván én viszont ígéretemhez szűen a Móra kiadónak egyes kiadványait szemléztem. Amit tehettem, hogy egy ilyen sziszifuszi munkával megpróbáltam már böngészni például a moly.hu segítségével azt, hogy mi történt itt az elmúlt években. Ez azonban még egy kicsi ízelítőt hoztam. Én ennél a kötetnél, amikor ez a kötet megjelent, én egy kicsit korábbi regényeket vizsgáltam, de nagyon jól passzol ahhoz az egész témához, amiről beszélni fogok, illetve nagyon jól kapcsolódik ahhoz is, hogy ez a bizonyos 56 utáni időszak hogyan regisztrálható. Ez a könyv, itt látható, Vita az ifjúsági irodalomról. Szerintem már az is sokat elárul, hogy egy ilyen fotót találtam róla az interneten. Ez a pécsi jelenkornak egy 65-től 2 éven át közölt cikksorozatának az anyagát tartalmazza, és a Magyar Írók Szövetsége Ifjúsági Irodalmi Bizottságának egy ilyen külön önálló szakosztálya és a Pécsi Tanárképző Egyetem munkájában történt ez. Nagyon izgalmas, hogy az előszobból hamar kiderül, hogy megélénkült a tudományos vita, nemzetközi konferenciák szerveződnek az ifjúsági irodalom körül. És akkor idézet következik. Az ifjabb generációk szellemi és erkölcsi arculatának kibontakozása keleten és nyugaton egyaránt égető probléma, és mind világosabbá válik, hogy tudatformálásukban, a művészeteknek, az ifjúsági irodalomban is szerepe lehet. Ugye hát ez a tudatformálás szó azért elég erős. Ismerjük-e azonban a művészetek hatásának törvényszerűségeit éppen a legfogékonyabb fejlődési szakaszban élő fiataloknál? Hangzik el a kérdés. Szükség van-e egyáltalán külön ifjúsági irodalomra, és ha igen, miben különbözzék az a felnőtteknek szánt irodalomtól? Következő gondolat. Panaszkodunk a kritika hiánya miatt, és joggal. De mit tett irodalomtudományunk azért, hogy az elvileg megalapozott ifjúsági irodalmi könyvkritika kibontakozhassék? Tényleg szeretném felhívni újra a figyelmet, hogy ez a kötet mikor készült, és hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt akár a szomszédban lévő Hadikban milyen konferenciát szervezett a Fiatal Írók Szövetsége, miért nincs a gyerekirodalom könyvkritika Magyarországon.
Világossá vált másrészt, hogy az ifjúsági irodalom nem állítható mereven szembe a felnőtt irodalommal, ismét 65-ben vagyunk. Az esztétikai alapelvek itt is változatlan követelmények, a gyermekizlésének formálásához nélkülözhetetlen az esztétikai minőség és az életkori sajátosságok érvényesítése. Tovább megyek. Nem fogom mindet elolvasni, de nagyon izgalmasnak találtam azt, hogy tulajdonképpen, minthogyha bizonyos szempontból egy mai tanulmányt vagy esszét inkább olvasnék. 1964. január Csehszlovák Írószövetség a Gyermek az atomkorszak emberei és könyvei között címmel rendezett konferenciát 16 ország 65 küldöttének részvételével, gyanúsan a szocialista országok részvételével természetesen, de mondjuk nagyon izgalmas volt a japán irodalom képviselőinek kirohanása, amely teljesen megfeleltethető volt mondjuk a magyar képviselő kirohanásával. Ilyen apróságok. Még nagyon ajánlom mindenkinek a kötetet egyébként, aki ezzel foglalkozna. Komoly tézis az ifjúsági irodalom funkciójának a kérdése. Nagyon sokszor elhangzik ezen a konferencián is, amiről beszámol, illetve magában a kötetben is, hogy tulajdonképpen az ifjúsági irodalom dolga a könyv megszerettetése. Ez is ugyanúgy ma is közkézen forog ez a szemlélet. Szinetár György, hogy egy-két nevesebb gondolkodót idézek. Helytelen, hogy a gyerekeknek csak a szépet és a jót mutatjuk, pedig az életet kéne ismerniük. Tatai Sándor, aki ugye rengeteg ifjúsági mű, meg gyerekmű szerzője is. Van egy űr, ahol véget ér az ifjúsági irodalom iránti érdeklődés, a gyerekekben, az olvasókban, de még nem kezdődött el a felnőtt irodalom iránti érdeklődés. Ez az az űr, ugye, ami előadásom címe is, ez a Young Adult, New Adult, vagy nevezhetjük fiatal felnőtt irodalomnak is akár. És akkor itt idézném Móra kiadó Kovács Miklóst, aki szintén részt vett ezen a találkozón, aki egy konkrét könyvkiadási és irodalompolitikai javaslatot terjesztett elő, illetve szerintem azt is érdemes itt szemlézni, hogyha mondjuk ezeket a neveket, akkor egyáltalán mond-e valakinek valamit Kovács Miklós neve. És itt idézném Diósi Katalint, aki a Móra volt képszerkesztője, és röviden a Mórának volt egy ilyen a 70. szülinapra egy ilyen hosszú cikksorozata, és ott beszél Kovács Miklósról, és azt tudja még valaki, hogy kicsoda volt Kovács Miklós. Voltak éppen elég vicces, hogy ezt a fantasztikusan művelt okos embert, aki meglehetősen rossz káder lehetett, hiszen csak megbízott igazgató volt, a belépésem után néhány héttel visszaminősítették irodalmi vezetőnek, és a nyakába nyakunkba ültettek egy pártaktivistát, édesanyám a marxista egyetem esztétika tagozatáról ismerte, mindketten ott tanultak. Tudja még valaki, hogy mi volt a marxista egyetem esztétika tagozata? Persze, ha valaki ismeri Cseh Tamás dalait, akkor tudhatja. Esztétikát, igen, esztétikát tanul szabad időben. Egészen csak aktuális párhuzam, néha meg esztétika szakok szűnnek meg. Egyéb problémák. Elméleti szakirodalom elmaradottsága, a rádió és televízió egyre gyakoribbá teszi az ifjúságirodalom alkotásainak szóbeli közvetítési módjait. Ismét elhangzik, hogy nincs ifjúságirodalom kritika. És így tovább. Egy utolsó passzus ebből a könyvből, ez csak azért, mert valamiért, és sosem értettem, hogy miért, amíg nem olvastam el ezt a részt is a könyvben, a képregényesek ismerik ezt a kötetet. Következő idézetet találtam, hogy mi az, amiért ők tudják, hogy ez micsoda. És ha már a folyóiratoknál tartunk, szót kell ejtenünk, ifjúságnak szóló folyóiratok, szót kell ejtenünk egy veszedelemről, amely egyre jobban fenyegeti fiataljaink helyes ízlésének kialakulását. Nálunk ugyanis komikszok, aged comics, nem jelennek meg, egyre jobban terjed, azonban az úgynevezett képregények, képtörténetek divatja. Tehát bizonyos műfajok ellen is ugye azért a kánon kiállt, illetve inkább ellen, mint mellett. És akkor kezdődjék a játék. Hoztam egy pár könyvet, amit elolvasgattam az elmúlt hetekben, hónapokban, és megpróbáltam abból valami kreálmányt összerakni, ami alapján, ha nem is feltétlenül tudunk igazán komoly következtetéseket levonni, de az biztos, hogy felfedezhetőek a Young Adult és New Adult irodalomnak, vagyis nem csak az ifjúsági irodalomnak, hanem a fiatal felnőtt olvasóknak szóló irodalom gyökerei ezekből az időkből már, és azt is megkockáztatnám, hogy a problémás témák kezelése olykor frissebb és bátrabb perspektívából történik. Alapvetően kérdés az is, hogy a programregényiségen túl mit tudnak felmutatni ezek a könyvek. Az első csokor, amivel készültem, őket úgy neveztem el, hogy Coming of Age történetek. Nem fogok túl sok mindent mutogatni a PPT-n, csak a könyvborítókat hoztam el. Ez itt H. Szabó József Klári című könyvének a borítója. Nagyon röviden, két sorban
ismertetem a történetét ennek a pár regénynek, és aztán majd megpróbálok csokrokat javasolni ahhoz, hogy hogyan lehet ezeket jól elemezni, vagy egyáltalán mit találtam bennük elemzésre érdekesnek. Klári egyébként tipikus történet, majd egy idő után szerintem érezni fogjátok, hogy miért mondom azt, hogy tipikus történet. Budapestről vagy nagyvárosból kerül falura, vidékre, fiatal tanító. Ugye ez alapvető probléma, rengeteg ilyen fiatal felnőtteknek szóló regényben előkerül, az 57 és 64-es időszakot néztem meg, hogy a tanítókat össze-vissza dobálták. Ez nem új, tudunk erről Pavicsnál is, és így tovább, de itt végképp ugye abban a szegénységben a háború utáni, illetve az 56 utáni mentális és fizikai állapotban, amiben az emberek voltak, ez még inkább megnehezítette az életüket. Ez a lány Homoródra kerül, ami azért érdekes, mert Homoród Erdélyben van, Székelyudvarhely közelében, tehát egyáltalán választhatott volna az író bármilyen másik kis vidéki falut, nem, Homoródot választotta, és itt beleszeret egy fiatal újságíróba a szegény Klári, nagy vívódás lesz, aztán rájön, hogy a falunak a kőkemény agronomusa sokkal jobb pár lesz majd számára. De ez a felszínes történet, majd fogok pár olyan momentumot is felhozni ebből a regényből és a többiből is, ami tényleg azt bizonyítja, hogy viszont nagyon komoly, friss probléma regényeként is olvashatóak ezek, ha lebontjuk róluk ezt a rettenetes, erős politikai mázat. Kőszegi Imre, a Pesti lány, és ennek van egy második része is, Pesti lány 1-2, a Hászabó József is 58-as volt, ez is egy 58-as könyv. Őt olyan szempontból is kiemelném, hogy viszonylag érdekesebb, mint szép irodalmilag, mint a többi. Tehát Kőszegi Imre fordító, műfordítóként is működött, és érződik rajta, hogy egyszerűen a nyelvhez való viszony az mondjuk egy kicsit más, mint egy-két alkotónak, mert ezek azért nem mind izgalmasak irodalmilag, poétikai szempontból. Itt a Pesti lányban fordított a szituáció, illetve nem ugyanaz a szituáció, a városi lány vidékre kerül, már megint, egy igaz ilyen budapesti csinos, bulizós kislányról van szó, aki ebben a falusi környezetben először nyilván majdnem megfullad, ráadásul nagyanyával állandó konfliktusba kerül, mert hogy a szülőtől, az anyjától kerül el a lány a nagyszülőhöz. Ez is egy tipikus vonulata lesz ezeknek a regényeknek, a szülő nélkül felnővő gyerekek, akikről az anyjuk valamiért lemond, sok esetben azért, mert mondjuk korán szülte őket lányanyaként, és így tovább, az is előfordul, hogy elválnak a szülők. De a szeretet nélküli környezet, és ezáltal mondjuk a nagyszülők általi nevelés, ahol iszonyú durva generációs gépek, szakadékok alakulnak, és generációs problémák, nagyon-nagyon sok könyv verbalizálja és tematizálja ezt a problémát. Ennek a második része még izgalmasabb abból a szempontból, hogy mi még visszatérő téma ezekben az 56 utáni könyvekben. 200 ezer magyar hagyta el körülbelül akkor az országot, az emigráció. Folyamatosan visszatér az emigráció témája. A második részben egy másik kislány történetét kísérjük végig, Kláriét. Szintén Klári, kedvelt neveket is azért elég jól lehet analizálni, hogy milyen keresztneveket adtak akkoriban szeretettel. Az ő apja, az édesapja emigrált, és ő utána szökik. És egy szökés történetet olvassunk el, ami egy elég drasztikus történet. Nyilván megvan benne a kellő politikai üzenet, mert a kislány, ahogy utána szökik az édesapja, után Németországban van, arisztokrata és arisztokratikus barátaival együtt. Tulajdonképpen azzal szembesül, hogy ezek az emigrációban élő magyarok nem csinálnak semmit. Egy ilyen arisztokratikus világban, egy polgári kultúrában élnek, ahol nem fogadják el nyilván azokat, akik mondjuk a munkásosztályból, a proletariátusból származnak, és akkor természetesen a konklúzió az lesz, hogy Klárika haza ballag, és inkább választja a jó kis vidéki életet, és a munkásosztályból származó fiatal ember. Tehát ezek a panelek azért elég jól működnek, meg dramaturgiai szárak. Egyszer vagyok fiatal, elég árulkodó a cím. Ez a történet egy olyan kislányról szól, aki akármiből belekezd, mindig abba hagyja. Ami érdekes, hogy itt nem nagyszülők és unokák között, hanem gyerek-szülő konfliktus jelenik meg. Egy kőkemény proletár család, most itt nem fogok új kifejezéseket használni, nem haragusztok, mert rengeteg új kifejezést kellene használnom, hogy PC legyek. Egyébként ezeket a regényeket egyáltalán nem jellemzi a PC-ség, ez visszautal az egyik előadásra, ami volt. Tehát, hogy
egy valóban munkás családban vagyunk. Elképesztően nagy problémát okoz már eleve az, hogy ez a kislány adott esetben szeretne tovább tanulni, nem is feltétlenül gimnáziumban, hanem szakiskolában. Nagyon izgalmas az, hogy a generációs konfliktusok kiéleződnek, illetve felturbozódnak azzal, hogy az iskola is mindig egy plusz problémát, egy plusz konfliktus képvisel, mert ezekben a regényekben az iskola nagyon sokszor a modern pedagógiai elveket képviseli, nyilván a szocialista politikai és morál propagandának a szócsövei, de ők azok, akik a családi szeretet hiány felkarolják ezeket a gyerekeket, és mindig alányulnak, csak úgy, mint a kis disz elődjeként, disz, kész, és így tovább. Ebben a történetben ez is happy end-el végződik szerencsére, a kislány végül megtalálja a hivatását. De majdnem elkalódik, és elzüllik, hogy egész pontosan idézem a könyvet. Igen, Takács István, A másik város. Megint csak az 56-os novemberi népvándorlás ihlette, hogy a könyv szerzőjét idézem. Itt egy sportregényt olvashatunk elvileg, ugye volt egy ilyen műfaj is, de nyilvánvalóvá válik pillanatok alatt, hogy szó sincs itt sportregényről, egy emigrációs történetet kísérünk végig, fiatal fiúk a sport útján kijuthatnak külföldre. Ez nagyon érdekes, hogy ez a foci, mint az úgynevezett nemzetközi valuta, és aztán pedig jól hazajönnek innen. Itt van egy nagyon szimpatikus kis mizanábimként is értelmezhető cikksorozat jelenik meg ebben a regényben. Fiatalok címmel indítanak egy cikksorozatot egy újságban, amely tulajdonképpen teljes mértékben az olvasható történetet hozza vissza és idézi meg. A következő könyv, ez szintén az, ami szerintem irodalmilag megint csak érdekesebb, Sázsi Sándor, ő egyébként népi íróként indult, és Dachaut is megjárta. A Sólyom utcai fiúk, egyértelmű az allúzió a Pál utcai fiúkra. Itt már egy nagyon kemény történettel találkozhatunk, talán ez a legdurvább és legmegrázóbb. Egy alkoholista apa, természetesen megint csak munkás családban járunk, végül is hát kanosszajárásának a története, végigolvashatjuk, hogy hogyan bántalmazza a családját, majd hogyan próbál megküzdeni ezzel, de a gyerekek szempontjából, és ami igazán humoros a könyvben, mert hogy az a furcsa, hogy ezek a könyvek a legsősorabb témákat is, a fekete humor, az abszurd, és az irónia nyilván ezzel a kettős nyelvezettel is stílus elemeivel próbálják valahogyan olvashatóvá tenni, és ezeket a politikai és kötelező paneleket valahogyan szétszaggatni. Hogy tulajdonképpen itt a gyerekek összeszövetkeznek a szülők ellen, mert a szülők már annyira elviselhetetlenek, és annyira őrültek, és annyira nem törődnek velük. Tehát ezek a közös jellemzők, amiket próbáltam itt kibontani, most már nem fogom mindegyik példánál, mert tudom, hogy jár az időnk, de érezhető volt, hogy tehát alkoholizmus, válás. Van egy könyv, amely Vidor Miklós vasárnap döntő címe, arról számol be, ahogy szintén sportoló fiúkról van szó, és szintén ők már a gimnázium végén vannak, egyetem elején, tehát megint csak fiatal felnőttek, hogy a egyik főszereplő fiatalembernek az édesapja megcsalja az édesanyját, és tulajdonképpen ez a fiatal főszereplő találkozik a szeretővel, és rengeteget beszélgetnek, és ez az egész annyira tragikus és lelkileg annyira nyomasztó. És az egészben az a legizgalmasabb, hogy persze ez egy megint csak coming of age felnővés történet, de mindeközben nem kapunk azért igazi felszabadító happy endinget. Tehát tényleg ez már egy más regisztere az ifjúsági regénynek, azt mondhatjuk. Illetve, hogy egyáltalán nincsen semmilyen olyan fajta tabuizálás, amivel mondjuk a 90-es évektől számolhattunk folyamatosan. Természetesen itt is műfajkeveredések vannak, ez is elvileg egy sportregény, de nagyon jól láthatjuk azt, hogy van benne egy mélylélektani rész, és így tovább. Irodalmilag ezt is érdekesebbnek találom, Vidor Miklós meg egyébként az Újhold verselői között is található volt, de aztán elég hamar kipottyant onnan. Szerintem van benne egy nagyon érdekes perspektívaváltás. Az elején azt hiszük, hogy a szerelmes párról fog szólni a történet, majd ennek a srácnak lesz a története, akiről meséltem, akinek az édesapja ugye megcsalja az édesanyját. És
ez egy egészen váratlan perspektíva megoldás. Mert ezek a regények mondjuk olyan narrátori játékokat, mint amik 80-as évektől, akár 70-es évektől a magyar irodalomban megtalálhatóak, egyáltalán nem alkalmaznak. Viszont perspektívaváltásokkal, fokalizációs játékokkal nagyon-nagyon rendre élnek, ami igen izgalmasá teszi ezeknek a regényeknek adott esetben az olvasását. Mi az, ami még tabu témaként előkerül? Cigány kérdés. Ebben a Klári című regényben, amit először mutattam, a Kolombár család beszédes a név. Nem sokat gondolkodtak egyébként ilyen szempontból mondjuk a különböző névválasztásokon vagy jelzéseken. Tehát a Kolombár családban az apa nem engedi a gyereket iskolába menni. Végül meggyőzi a falu, meg a falu tanítói, meggyőzik az apát, meg nem engedelmeskedik a srác, és el tud menni. Természetesen mi lesz a cigányfiúból, amikor visszajön a faluban tanító. Tehát vannak azok a sémák, amik mindig-mindig visszaköszönnek. Ellenben nem is az az érdekes az egészben, hanem az a pillanat, amikor ezt kontextusba helyezik a regényen belül, és arról kezdenek el beszélni, hogy mi a megoldás, külön cigány iskolát nyitni, a szegregáció a megoldás, vagy éppen, hogy nem. Ez már szerintem az a egyrészt annak a lazulásnak a következménye, hogy nagyon sok mindent, ezek a regények polémikusan tárnak elénk, véleményekként, vitahelyzetekként, beszélgetéseként, de közben az olvasás során egy olyan érzésünk is van, hogy ez a polémia egy álpolémia, mert közben nyilvánvalóan tudjuk, hogy mi az, ami történni fog. Azt gondolom, hogy nyilván ez pedig egy ilyen nyomozás élményt adom a olvasójának, és ezért természetesen kordokumentumként is olvashatóak ezek a regények. A referencialitás kérdése, a kulturális kódoknak a vizsgálata is nagyon izgalmas, itt csak röviden, picit próbáltam ilyen viccesen személyesre venni itt a dolgot, hogy hát ha az ember visszagondol a gyerekkorára, nekem mondjuk a szüleim az pont ekkor felnövő generáció tagjai voltak, és mik voltak a mi könyves polcunkon találhatók, ugyanazok, amelyek ezekben a könyvekben ott vannak, és amik szerintem sokunk szüleinek a polcain, Julien Sorel például, tehát a Vörös és Fekete, ugye ez egy minden második ilyen regényben szinte visszatér. Tompa Mihály idézetek, Vergilius, Wojtyna Arc politikája, pont egyébként ennél az emigrációs pillanatnál, amikor bemutatják az arisztokrataként viselkedő emigráns gonoszokat, és természetesen ott a zene folyamatosan. Ilyen szempontból az is érdekes, hogy ez a nyelv még nem egy filmnyelvi irodalom, tehát az, amit mi mai ifjúságirodalomként olvasunk, ugye elképesztő filmszerű képiség van nagyon más mediálisan. Itt egy kicsit inkább azért, ha már film, akkor egy-egy ilyen lopott pillanatot kapunk el, a búzamezők romantikáját idéző képek, a plakátokról visszamosolygó dolgozó ifjak, és így tovább. De szövegszinten nagyon sok szép poetikai megoldással is találkozhatunk, úgynevezett metaforikus képiségekkel. Ezekre hoztam példákat, de most már nem fogok vele senkit fárasztani. Minden esetre a társadalmi tablóként is nagyon jól olvashatók ezek a kötetek, illetve fantasztikus térbeli utazásokat teszünk. Tehát ahogy mondtam, a falutól, ami nem csak a magyar falu, hanem tényleg kimegyünk az országhatáron túlra, kisváros, nagyváros, főváros, de aztán ugye az emigrációs történetek miatt Németország, sőt Amerika. Tehát végig megyünk a világon, és abban az zárt világban, amelyben kényszerülni élnek ezekben az időkben, van valami bizarr és furcsa állandó térbeli szétfeszítés. Budapesten belül is egyébként jókat utazunk, nagyon izgalmas a Buda és Pest szembeállítása, szintén természetesen az osztály különbségek narratívájába ágyazva. Mennyi időm van még? Már semmi? Jobb, ha kérdezek. Jó, oké. Jó, akkor átmegyek a következő témára, majd úgyis el lehet ezt olvasni. Még egy valamit kerestem, ezt a szép politikai megoldást, de már nem biztos, hogy megtalálom. A következő, ja igen, még a humorról hadd én csak egy kis szót, mert hogy amire céloztam, meg már elhangzott egy előző előadásban is, ez a fekete humor, az abszurditás. Azt gondolom, hogy tényleg ez a politikai
paktumhoz való ilyen alkalmazkodás borzasztó helyzetbe hozta nyilván az írókat, és ebből nagyon sok esetben született ez a fekete humor, és a már mutatott Sólyom utcai fiúknak van, ez egy nagyon erősen szociografikus szöveg, mint sok esetben a többi is, de én azt gondolom, hogy nálam ez volt leginkább az, ami mutatott egy hiteles képet. És ennek van viszont egy olyan vaskos humora, amihez nyilván, tehát így hozzá kell edződni ezekhez a szövegekhez, most így kicsit úgy érzem, így x-hét olvasás után, de amikor egy olyan mondattal találkozunk, hogy folyamatosan egy ilyen adok-kapok diskurzusban léteznek a szereplők egymás mellett, oda-vissza dobálják a mondatokat, és tulajdonképpen szivatják egymást folyamatosan, hogy te nem vagy elég jó komcsi, én meg nem tudom, vallásos vagyok, és így tovább. Tehát tényleg egy elég kemény vita helyzetek alakulnak ki, és akkor azt mondja, hogy például egy ilyen kép, hogy megy a munkás asszony, halad el az újság mellett, ami ott hever, szovjet jegyzék a nyugati hatalmakhoz a berlini kérdésről. Tehát ezekkel így sorjáznak folyamatosan az ilyen mondatok, és nagyon-nagyon komikus szituációba ágyazva ezeket. Van egy rágalmazás történet, amelynek a végén az a konklúzió, hogy végezheti rosszabbul is, rágalmazásért magára húzzák a vizes lepedőt. Ha elfelejtette volna, proletár diktatúrában élünk. És akkor nagyon jól, ez nyilván kontextusból kiragadva kevésbé érezhető, de kontextusban látszik, hogy ez egy nagyon ironikus játék. Illetve nagyon sok nyelvi játék található ezekben a könyvekben. Azt gondolom, hogy engem ez lepett meg a legjobban, csak egy példát hozok rá, a Pest irányban alakul egy ilyen kis szövetség, ilyen srácok gitegyletének nevezik, és ők egy külön nyelvet találnak ki maguknak, aminek az a neve, hogy köte. Ez a könyv ökonomista tiszteletbeli egyetemistáknak a csoportjának a nyelve, ez nyilván egy fiktív nem létező csoport, ez az ő kis... Ahelyett, hogy belépnének a kézbe. És akkor ez a kontextus, amiben vagyunk, ez egy nagyon vicces nyelvi helyzetet hoz ki, és ők folyamatosan beszélnek is ezen a nyelven. Nyilvánvalóan ez a egyértelműen verbalizálja és illusztrálja azt a több vagy kétnyelvű horizontot, vagy kétfedelűséget, amiben vagyunk. A következő pakka hős történetek, ami ez már tényleg csak mutatóba, és ez is nem vissza. Lehet, hogy végén lesz, bocsánat. Nem. Ezt most nem találom. Hős történetek, amik történelmi regényekként működnek, de nem olyan történelmi regényeket képzeljünk el, amik a régmúlt dicsőségét idézik fel, hanem főképpen ebben az időben a tanácsköztársaság, illetve a II. Világháború végi utolsó pillanatok, a nyilasok és a nácik ellen küzdő kommunista fiataloknak a hőseinek állít emléket, úgymond. Nyilván ez a politikai propaganda gépezet és a jó kommunista pedagógia közös hasznát villantja föl nagyon sok esetben, de itt emelném ki a Sötét éjszakában címmel Kántor Zsuzsa könyvét, akiként Kántor Péter édesanyja, és nagyon sok ifjúsági regényt írt a Mórának. Ez inkább egy nagy elbeszélés, megkockáztatnám, és hogyha valaki szereti a topográfiai és ilyesmi típusú vizsgálódásokat, szerintem ez a könyv egy elképesztő budapesti történet is egyben, nem csak egy politikai történet. Egyébként Braun Évának tényleg elég híres története volt akkoriban, most már nem sokan ismerik. Ő az, aki kommunista szervezkedés gyanújával, és természetesen ez igaz is volt, szórólapokat osztottak, és így tovább elfogták a nyilasok, majd a várban kivégezték. Ami még érdekes, itt éreztem még egyedül a filmnyelviségnek a jelenlétét, és teljes mértékben hozta a Jancsónak a Fényes szelekéből ismert ilyen ide-oda rohangálást, ezeket a furcsa, bizarr, kicsit felgyorsult idejű, de mégis egy helyben toporgó pillanatokat. És akkor az utolsó csomag, ami úgy gondolom, hogy egy jó felosztás lehet, tehát coming of age történetek, akkor ezek a hős történetek, és akkor a dokumentumkönyvek, mert nagyon sokat fordítottak az ifjúság nevelése mellett, helyes nevelése mellett arra is, hogy megtudják, hogy milyenek ezek a fiatalok. Természetesen az, hogy mi milyen interpretációban kaptuk ezt meg, az egy másik kérdés. Az utak ketté válnak, ezek válástörténetek. Azt akarják megmutatni a fiatal felnőtteknek, hogy bizony a házasság az nem játék, ezért Tábor András, ő írta ezt a könyvet 59-ben, 10 válástörténetről számol be nekünk. Mindenféle válástörténet van. Egyébként az egyik legszebb ebben a kötetben az, hogy nem foglal állást, nem gondolja bűnnek, egyszerűen
nagyon együttérzően, toleránsan és humánosan nyilatkozik ezekről az esetekről. Az egy másik kérdés, hogy az a pedagógiai színezet, amely, ó, gyerekek, azért adjuk nektek ezt a kötetet, hogy ne váljatok, egy kicsit komikusnak hadd, de ez szerintem az 50 évvel ezelőttiségnek is betudható akár. A következő riport kötet a Táncrend, ami 59-es, és ez abból a koncepcióból indul, hogy elmulasztottunk szembenézni a társadalmi problémáink jelentős részével, azután az irodalmárok egy része a valóság kendőzetlen bemutatása címén életünk eltorzított, hamis és elrettentő képét tálalta fel. És akkor azt mondják, hogy kérdezzük meg inkább a fiatalokat, ez egy olyan relatív riport kötet, mert van benne egy csomó szociográfiai tanulmány, van benne novella, ami egy ilyen elképzelt helyzetet tár elénk, de a címadó novelláról mondanék csak annyit, amit Gellér Zsuzsa írt, hogy nagyon vicces, tényleg egy tánciskolában vannak, és táncrendszerűen fiatalokkal készít ilyen rövid kis riportokat, és úgy nevezi el őket, hogy táncok nevén, és akkor úgy olvashatjuk, hogy rock and roll, Géza története, slow fox, tangó, cha-cha-cha, Erzsi története, például aki már kinőtte a tánciskolát, de nem találja a helyét a világban, és visszaér 20 évesen a 10 évesek közé. Bányász történet is van. Viszont a szerelem jogán egy szintén ugyanilyen riportkötet, ugyanebből a konceptből indul ki, csak 2 évvel később, így rengeteg átfedés is van a szerzők között. Ebben azért már kemény sztorikat is olvashatunk, például a női erőszakról. Nagyon komolyan megjelenik benne az, hogy amikor ugye hát itt azért óriási tömegekhez kell számolni, akik feljöttek a városba, szegények tényleg, és különböző gyárakban helyezkednek el. Ezekben a gyárakban rendszeres az erőszakosság a nőkkel. És van egy igazán kemény történet, ami erről számol be. Majd, hogy nem tragédia is lesz a vége. Illetve a Napban 30 óra van, ami pedig egy gimnáziumban tanító hölgynek a különböző irodalomhoz való viszonyulásait mondja el nekünk. És akkor egy szórakoztató irodalom, ezt csak viccből hoztam, mint egy ilyen fellélegzés a sok problémakönyv és tabu téma után. Randi Jenőnek ez a szórakoztató könyve, de mégis valahol olyan bizarnak éreztem, amikor rátaláltam, New Yorkból jelentem. Ő ugye itt már ENSZ tag Magyarország, az ENSZ 12. ülés szakán 2 hónapot tölthetett Amerikában, egyébként ő többször is volt amerikai és angol tudós, Angliában és Nagy-Britanniában is tudósító. Szinte ironikus, ahogy beszámol erről az utazásról, mert nyilván a sok regény után egy picit beleképzeltem magam azoknak az embereknek a helyzetébe, valamennyire, vagy megpróbáltam legalábbis, akik itt éltek, és abból az aspektusból a New York-i beszámoló ilyen furcsának hat, mert van benne egy ilyen furcsa elítélő hangnem, de nyilvánvalóan az jön ki belőle, hogy ez az ember elképesztően jól érezte magát New Yorkban, abban a szabadságban, amivel ott találkozik. Konklúzió, további kutatásaim, amiket itt időszűke miatt most már nem ismertetek tovább, de arra jutottam, hogy alapján a 80-as években még javában virágzó problémakönyvek, mert az is egy elképesztően nagy kupac, a rendszerváltás idejére nagyjából eltűntek. Ezeket a regényeket és a dokumentarista jellegű munkák megjelenését, mint annyi mindent, programszerűen irányította és évtizedekre megbékjózta a szocialista irodalompolitika, mégis ezekben a szövegekben a fiatalság problémáit jóval kevésbé tabuizálták, mint a 90-es években. A rendszerváltás után tapasztalható törés is erősen befolyásolta ifjúsági irodalmunk fejlődését. A 2010-es évektől fellendülő Young Adult és New Adult irodalom az 50-es évek végén megkezdett, nyilván nem minden elemében jó ízű, ifjúsági irodalom csinálás termékeinek hagyományait nem törölheti ki. Adott esetben reagálhat annak frissességére, mentesülve immár végre az a politikai meghatározottságától. És természetesen folyamatosan emlékeztetheti magát arra, mi történik akkor, ha irányítottan akarják megmondani, mi kell, hogy szerepeljen, vagy mi nem szerepelhet egy könyvben. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Szóval nagyon köszönjük a közönség leglelkesebb részének, amely itt maradt, hogy egy kicsit még beszélgessen velünk az elhangzott előadásokról, illetve kérdéseket tegyen föl. Ugye 5 előadás hangzott el, de 2 előadó már elmenekült, úgyhogy az ő előadásaikról most nem vitatkozunk és nem beszélgetünk. Viszont ugye itt maradt Lovas Anett, aki Szabó Magdáról mondott egy nagyon számomra nagyon érdekes előadás. Könyvkiadóként is érdekes volt az előadás, hogy mi is mindig nézzük, hogy mely Szabó Magda könyveknek
vannak utánnyomásai, melyiket szeretik még a legjobban, és ugye te itt a születésnap, az Árosos Bál, mondjátok meg Zsófikának mellett még természetesen az Abigailről is mondtál pár szót, és előtte megemlítetted, hogy tulajdonképpen az Abigailen kívül úgy tudod, hogy a könyvtárakban nem nagyon kölcsönzik a másik hármat, és utána meséltél is sok mindenről ezekkel a regényekkel kapcsolatban a témafölvetéseket. Az öltözködés és identitás az számomra különösen érdekes probléma felvetés volt, ami egy kicsit úgy fölkeltett az érdeklődésemet, és nem feltétlenül tudom, hogy választ kaptam-e rá, csak ez az észrevételem, hogy vajon ami miatt esetleg egy mai olvasó, vagy mai gyerekolvasó esetleg, nem tudom, porosnak érzi ezeket a könyveket, ha ugyanez így van, az mivel függhet össze? Tehát itt sok mindent mondtál, tulajdonképpen válaszoltál is erre a kérdésre, de talán nem így összefoglalva, ami számomra érdekes. Tehát ezeknek a regényeknek az időtállósága vagy nem időtállósága, illetve ami nagyon érdekes, hogy ugye elhangzott Nikinek egy érdekes előadása, és érdemes lehet ezeket a könyveket más könyvek mellett vizsgálni, annak a korszaknak a más könyvei mellett, és talán jobban még kijön az érdekességük. De ez egy nagyon-nagyon fontos előadás volt, és nagyon köszönöm neked. Úgyhogy az a jó, ha jó, rögtön akkor, és akkor majd mindig így végigmegyünk, és aztán, jó. Na, figyelek. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm a visszajelzéseket, hogy miért válhat porossá a mai olvasók számára. Erre tényleg nem tértem ki. Annyival árnyalnám ezt a kis nem reprezentatív felmérést, hogy bár a könyvtáros barátaim tényleg ezt mondták, hogy nem olvassák, de az online térben több könyves blogot is találtam, ahol az Állarcos Bárról vagy a születésnapról is van szó, tehát ezek az olvasói szubkultúrák szerintem azért még mozgásban tartják ezeket a könyveket. De hogy miért lehet poros? Hát eredetileg azért adtam a Konformizmus dicsérete címet az előadásnak, mert hogy mindegyik esetben egy olyan lányról van szó, aki valamilyen rendbe betagozódik. És abban a korban, amikor tényleg a sajátos egyéniségek válnak fontossá, vagy a személyiség kibontakoztatása válik ma fontossá, abban a korban talán riasztó lehet azt látni, hogy ezek a lányok hát sajnos tényleg feladják egyéniségük sajátos és speciális elemeit, és inkább igazodnak a társadalmi elvárásokhoz, vagy a csoport elvárásokhoz. És talán ez a személyiségfejlődési ív nem biztos, hogy szimpatikus a mai fiatal olvasójának. Értem. Bocsánat, akkor ezt gyorsan kapcsolódnék, mert az az egyik regény, amiről a sok közül próbáltam pár értelmes szót elmondani. Ott is, ahol mondtam, hogy egy ilyen lány útkeresésének vagyunk a tanúi, és több ilyen szörnyűségem megy keresztül, hogy végre eljusson a rendes szocialista állampolgár státuszához. Az az érdekes, hogy nagyon sok regénynél, főleg itt, én is azt érzékeltem, hogy akkor vagy te jó figura, hogyha betagozódsz. Azt mondom, hogy az egyéniség mit jelent, vagy milyen roppanásokon mehet valaki keresztül, vagy milyen traumákon átjut el, de nyilvánvalóan azért a konklúzió mindig ez. Szerintem a Szabó Magdánál az az érdekes, hogy tényleg ezek az alapvető karakterek, akik vannak, vagy figurák, azok önmagában nem annyira különlegesek, és akkor nekik is még, nyilván kivéve egyet-egyet, de hogy ez egy ilyen furcsa dolog, hogy még akkor is be kell tagozódnod a társadalomban, még akkor sem vagy a társadalomnak rendes, jó tagja, hogyha nem tudom, ilyen egészen kicsi bibieid vannak. Én ezt magamban úgy fogalmaztam meg, amikor hallgattalak, hogy hát ez az individualizmus problémája egy kicsit. Tehát én, aki még éltem a Kádár korszakban valamennyit, szembesültem azzal, hogy ugye mozgalmak vannak, csapatok vannak, elvárások vannak, hogy te ezeknek a csapatoknak a tagja legyél. Tehát, hogy tulajdonképpen ne individuumként vegyél részt a világban, hanem ezeknek a csapatoknak a tagjaiként is. És ez nagyon jellemző nyilván erre az egész korra. És lehet, hogy ez valóban nem túl izgalmas. De most, mikor az egyéniség diadaláról esik sok szó, de ami még megjegyzendő, mióta a következő előadásról
váltanánk pár szót, hogyha most ide jobbra nézünk, ahol fölvennek, látunk könyveket, amelyek megmaradtak, rengeteg mesekönyvet látunk, verseskönyvet látunk, kicsiknek szóló könyvet, és nagyon kevés regényt. Tehát az önmagában nagyon elgondolkoztató, hogyha egy regény képes több évtizeden keresztül érdekes maradni, hiszen azokról a könyvekről, amelyekről Niki beszélt, még nem sokat hallottunk, holott egyébként lehet, hogy szintén nagyon figyelemre méltó alkotások. Hát aztán jött ugye Cooper, és a Mohikán átdolgozás, és feldolgozás, és rövidítés, és hosszabbítás. Ez azért volt érdekes, mert ugye ez egy nagyon alapos előadás volt. Tulajdonképpen néztem, és ott kezdődött el a filológiai rész lezárása, annál a 20 percnél egyébként, ahol... De nagyon érdekes volt, és így kerekedett ki, mert bennem is... Hát vannak ilyen legendák. Tehát emlékszem egyszerűen, hogy antikváriumban is az ott kiszolgáló nő, az, mikor kértem egy mórás könyvet, mondta, hogy de tudom-e, hogy itt átírnak, cenzúrázzák, kihagyják Istent, átdolgozzák a fiataloknak, és mindent meghamisítanak, és akkor rájöttem, hogy az egész életem lehet, hogy egy hamisítás áldozata, és nem is tudok semmit, és lehet, hogy Robin Hood nem is arról szól, amiről én egy kegyes megtévesztés áldozata vagyok, és ugye nagyon a Twist Olivertől kezdve az ifjúság számára átdolgozta. Azt hiszem, ott talán Ottlik. Ő is, mintha foglalkozott volna ilyesmivel. És sosem tudtam meg én se, hogy ez mit jelent, és most nagyon jó volt követni és látni azt, hogy tulajdonképpen én azt írtam föl, hogy akkor ez nem is olyan nagy gáz. Tehát, hogy valójában, hogyha értő kezek nyúltak hozzá, és ugye Réz Ádám azért egy elég jó fordító is volt irodalmár is, akkor nem lesz csonkább ez a szöveg, vagy hogyha csonkább is lesz, akkor sem lesz, ezt most nem tudom jól megfogalmazni, de én egy kicsit megnyugodtam. Nem hiányzik belőle olyan dolog, ami úgy nagyon hiányozna. Egyébként amik a legradikálisabban kikerültek a szövegből, azok tulajdonképpen éppenséggel a 19-es parkiadós hű változatban ilyen megmosolyogtató dolgok, ugyanis a Cooper 1831-ben írja, 1757-ben játszódik a történet. A kettő között már Amerikában bekövetkezik egy ilyen urbanizációs robbanás, és az, ami korábban vadon volt, az már így a Cooper korában ilyen félig meddig ember által átjárt, és félig meddig beépített vidék. És rengeteg olyan lábjegyzet, hogy na, ahol itt éppen gázolnak át azon a vad folyón, itt most már egy gyár van ott a túlparton, meg egy híd, és tulajdonképpen ilyen helyrajzi leírásokat mond, hogy a turista, a New Yorki turista, aki elmegy, mit tudom én, meglátogatni a környékbeli hegyeket, az be tudja azonosítani, hogy hol történnek ezek, azok tökéletesen fölösleges benne hagyni egy ilyet egy 56-ban lefordított magyar kiadású könyvben. Hát meg... Arról nem is szólva, hogy én, mint szerkesztő, rengeteg fordítással találkozom, és nagyon sokszor, mondok egy példát, egy konkrét példát, Déri Tibornak az Emil és a detektívek fordítása, az nem átdolgozás. De én egyszer kontroll szerkesztettem az egészet, és ott láttam, hogy hát nagyon sokszor nem oldotta meg a szóvicceket, sőt, nem, általában sehol nem oldotta meg a szóvicceket, nagyon lazán kezelt ez az egész fordítás problematik, tehát az, hogy ő most fordít valamit, tehát enyhén szóval sem tapad a szöveg a némethez. Én azt gondolom, hogy eleve a fordítás soknak most, tehát más, hogy mondjam, arszpoétikája van egy mostani fordítónak, mint egy korabeli, vagy egy régi mórás fordítónak. Tehát én, amikor szerkesztek, látom, hogy nem volt gond, hogyha nagyon-nagyon szabadon és nagyon átdolgozva például fordítottak. Kesznerné ez nagyon tetten érhető. Még két könyvet így végig néztem, a Három ember a hóban, illetve az Etude miniatűrt, és hát a szóviccek oltárán minden körülbelül föl van áldozva, tehát anélkül is, hogy oda lenne írva, hogy az ifjúság számára átdolgozta, azért azt tudjuk a régi fordításokról, hogy nagyon jók, de nagyon szabadon bántak az eredeti szöveggel. Nekem ez a tapasztalatom, de hát ez már máshova vezet, csak egy...
Hát meg arról nem is beszélve, hogy nagyon gyakran az visz közelebb a pontos megértéshez, hogyha valamit át... Nekem a kedvenc példám erre a Vion 4 sorosa, amit a leghívebb fordításokban mondjuk, hogy Ferenc vagyok, csak ez kellett, Párizs szült pontoáz mellettesség, kedves közönség. Értse meg, hogy miről van szó. És akkor a Faludi azt írja, hogy Ferenc vagyok Párizs városából, mert lábam alatt a piszkos mélybe vész. Tökéletesen átírt az egészet, viszont értjük, hogy mire vonatkozik. A ríma seggem mi nehéz. Egyébként. Ami már a hű része a fordításnak. Igen, és hát itt volt a harmadik, illetve ötödik előadás, ugye Nikinek az előadása. Az meg azért volt nekem nagyon fontos, mert én is így mindig hangsúlyozok egy közhelyet, hogy tulajdonképpen a magyar gyerekirodalom az így meghalt a rendszerváltozáskor, és ami teljesen meghalt az ifjúsági regény. De nekem is így rém lett gyerekkoromból, hogy nagyon progresszív magyar ifjúsági regényeket olvastam, hogy irultam, pirultam, meg zavarba jöttem tőle, hogy úristen, ilyeneket le lehet írni, meg a párnám alá tettem, és ez teljes mértékben eltűnt. Én azt gondolom kiadós emberként, hogy amikor piacalapúvá vált a könyvkiadás, akkor a kiadók egyszerűen nem... Hát hogy mondjam, megélhetési okokból abszolút a gyerekirodalomra kezdtek koncentrálni, és azokat a könyveket próbálták eladni, amelyeket biztos meg fognak venni. Ugye amikor ezek a ifjúsági könyvek megszülettek, akkor nem piacalapú volt a gyerekirodalom, és ezért lehetett, tulajdonképpen furcsa ezt mondani, de lehetett valami küldetés. Tehát itt elhangzott, hogy a Kovács Miklós neve. Kovács Miklós, úgy pont Majtén Zoltántól hallottam, aki mondta, hogy franciából kiváló fordításokat csinált, ő is a Móra szerkesztője volt, és a Kovács Miklósról nagyon sokszor úgy beszél, mint egy szürke eminenciásról, akinek bombabiztos ízlése volt, nem volt jó káder, de hogy ő irányította a háttérből mindent, és ezt tudták. Tehát voltak ilyen emberek, akikről méltatlanul keveset tudunk, tehát tulajdonképpen a Móránk szerintem volt egy ilyen küldetése is, és valóban, tökéletesen mondtad, szerintem, hogy a 2010-es évek környékén kezdett föltámadni ez a... Hát tulajdonképpen az a probléma orientált irodalom, ami jelen volt a magyarban is, most már nincs tisztán ez jelen, tehát most már keveredik mindenféle más műfajjal, de nagyon-nagyon izgalmas, és főleg azért izgalmas, és nem akarok okoskodni csak még ezt az előadásodhoz, hogy sose beszélünk arról, de az én generációm, vagy az én generációmhoz tartozó írók, kritikusok mind ezeken a könyveken nőttek föl, abszolút formálták őket ezek a könyvek, és közben meg nincsenek meg azok az alapművek. Ez az egyszerű dolog, ami nagyszerű dolog, amit most megcsinált, hogy bementél, és akkor föllapoztad ezeket a könyveket, és megnézted, hogy mi az, amiről beszélünk. Mert én is mindig csak így beszéltem, hogy én úgy emlékszem, de sosem néztem meg. És valóban ott vannak ezek a néha tabu döntögető érdekes könyvek, amelyeket újra érdemes lenne felfedezni, úgyhogy én tényleg erről még nagyon sokat olvasnék. Úgyhogy örülök, hogy ez az előadás is megszületett. Igen. Gyorsítsuk a tempót. Bocsánat. Mindjárt erre a szegény maradék közönségünk. És most akkor lehet kérdezni? Igen. Akkor lehet és kérdezni. Lehet kérdezni. Gyorsan reflektálok azért arra, amit mondtál. Egyrészt köszönöm szépen. Én is azt gondolom, hogy tényleg egy lelkiismeretfordulás szült egyrészt ezt az érdeklődést, meg nyilván változom én is. Tehát egyszerűen ezt a személyes részt szerintem az ember, tehát nyilván nem illik mindig elmondani, meg tanulmányoknál nem írjuk le, de azért mégis azt fedeztem fel, hogy egyre izgalmasabb számomra az, amikor egy-egy irodalommal komolyan foglalkozó ember egy pici részt ebből feltár, vagy hagy, és valóban én egyre kevésbé szégyellem ezt, hogy egyszerűen feltolult ez az igény. Nagyon egyszerűbb bennem, tehát egy ilyen kényszerességé kezdett válni, hogy valami, amiről beszélünk, de tulajdonképpen nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát tényleg ez volt, hogy szó szerint fölmentem a könyvtárba, és mint egy ilyen őrült, így szedegettem egymás után. Tehát én nem voltam sosem egy nagyon durván filológusi alkat, de egyre inkább vonz meg érdekesnek találom. Mindemellett, ami inkább arra reagálnék még, hogy ez a küldetéstudat, amit mondtál, vagy ilyen küldetésszerűség, hogy szerintem nagyon érdekesen azért attól is függ az irodalom, hogy ugye a
társadalom ilyen, és hogy nagyon sokat változott a szülőkép, tehát az, ami ezekből a regényekből visszaköszön, és akár persze személyes történetekből is, tehát tudunk olvasni dokumentumokat, illetve ezt még mi is tudjuk regisztrálni, hogy mi történt mondjuk a családjainkban, generáció. Egészen más volt a gyerekhez való viszony, egészen más volt az egymáshoz való viszony, és itt szinte, ahogy a szocializmus, ugye ki is használta akár az iskolának ezt a fajta pedagógus, de egyben szerető közeg szerepét, a kiadó is szerintem egy olyan igénye jelentkezett a sok ezekben a dokumentum szövegekben, a riportkönyvekben jól nyomon követhető, meg regisztrálható, hogy tényleg mankót akarnak adni azoknak a fiataloknak, akik iszonyúan szeretet nélküli közegben nőnek föl. Ne adj Isten, hogy az emigráció miatt tényleg egy csomó szétszakadt család, nem beszélve a politikai helyzetről, a különböző sorsokról, hát ott vagyunk a háború után, ott vagyunk 56 után, tehát minden szétesik, és tényleg közben azt is tudjuk, hogy ha ez nincs, ha csak simán így vagyunk egy magyar vidéken, egy faluban, akkor igen ritka a szerető meleg családi környezet, és akkor is, ha itt vagyunk fönt a városban egy családban. Tehát tényleg a szeretetnek valami egészen más, az odafigyelésnek, a gyerekhez való odafordulásnak iszonyan más volt a regiszterre, és szerintem ebben is azért van, tehát nagyon sok minden van, sok okot találhatunk, és ezek mind együtt vannak jelen abban, hogy miért volt ez a pauza nálunk, és miért olyan erőltetett és kicsit izzadságszagú valahol ez a írjunk magyar ifjúsági taburegényeket, problémaregényeket, és így tovább. De itt egyébként ugye az az érdekes, hogy nem beszélünk a külföldi könyvekről, mert hogy ezek a könyvek mondjuk, mondok egy példát, gyerekkoromban ott voltak akár szovjet szerzők is, a Bocsáss meg Madári Esztő, a Vladimir Zseleznyikov, azt hiszem. Vagy, tehát a KGST-i országoknak a problémairodalma is beáradt Magyarországra, és az is valószínűleg elősegítette, hogy magyar ilyen művek is megszülessenek, és a magyar könyvek is mentek. Tehát, hogy akkor ez valahogy így nagyon jól kiegészítette ezeket a regényeket, úgyhogy érdemes ezt nyilván ilyen összefüggésben is talán megnézni. Igen, a vizsgálat másik tárgya az ez, hogy megnézni, tehát azt is néztem folyamatosan, csak azt ide már nem hoztam be, hogy mit adtak ki fordítást abban az adott időintervallumban. Sőt, még azt is megnézegettem, hogy a klasszikus irodalomból milyen fordításokat adnak ki, mert ez is nagyon tanulságos és izgalmas, hogy mikor csúszik be egy Apolliner, vagy mikor csúszik át egy Rembo Verlaine, stb. Ja, és sok férfi szerző volt, még ez tűnt föl. És sok férfi nézőpontú. Igen, gondolom. És ami igazán izgalmas, hogy a lányregények kopnak ki, tehát még javában gyártja a Móra meg a lányregényeket, de lányolvasókat erre már felmérések is voltak, akkoriban egyre kevésbé érdeklik a lányregények, és az egyik kedvencem ez a Pest irány, ez azért különösen érdekes, mert lányregénynek néz ki, annak vennénk meg, és az egész fiú perspektívából van. Fantasztikusan jó.